Kattam. Nem a hangosba fogom, mi? Hanem a lehel neked számolok a fülembe. Jó, számolj. És új problémáid vannak, úgy érzed? Igen, mert kihozzák be az, amit nem kéne. Ezért jó, ha ülünk, basszus. Nem vagy annyira dagadt. Faszt, ezt a belet nézd meg. Jó, hát... Akkor várjál, sziasztok, közben lehet, hogy elindultunk, aki bújt, aki nem, elkezdjük tehát. Igen, élőben vagyunk. Pont benne volt. Szóval, ahogy ígértük, Kele János bloggerrel és Saló István egykori válogatott futballistával köszöntünk mindenkit. Hát, ahogy ígértük, a témánk a bloggerek szerepe a sportsajtóban, és hát az előzetes visszajelzések alapján igen, csak komoly érdeklődés mutatkozik a téma iránt. Van-e létjogosultságuk a bloggereknek a futballmérkőzések szakmai elemzéséhez? Mi az a többlet, amit hozzá tudnak tenni egy futballból érkező edzőhöz, vagy éppen játékoshoz képest? Ki a hitelesebb, aki csak olvasott róla, vagy aki valóban volt futballöltözőben? És egyáltalán hol a helyük, mi a szerepük a bloggereknek? Például egy labdarúgással foglalkozó magazin műsorban. Főként ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. A vita egy órásra van tervezve, aztán lehet, hogy túlcsúszunk majd, hiszen annyi minden szóba kerül minden bizonnyal, és hát a ti véleményetekre is kíváncsiak vagyunk, úgyhogy a videó alá írt kérdésekből, megjegyzésekből, hozzászólásokból majd időnként válogatni fogok, és a legérdekesebbekre itt az urak reagálni fognak. Ha megengeditek, de ha nem, akkor is. Egy idézettel kezdenék. A dátum 2019, április 14, a műsor címe Közös Albion Podcast, az idézet pedig Kele Jánostól származik. Ha ez így van, hogy ezek az emberek edzőképzőt sem végeztek, futballozni se tudnak, akkor nagyon egyszerűen meg lehetne őket verni érvekkel, hiszen nem értenek ahhoz, amiről beszélnek. Akkor le kell ülni velük és megmutatni, hogy na kisfiam, ez nem így van, ez azért nem így van, ez azért nem így van, és ez... ezért nem így van. Ez nem történik meg, soha 10 éve egyszer sem. És az emberben felmerül az a kérdés, hogy lehet, hogy azért nem történik meg, mert valójában ez csak egy szöveg arra, hogy őket még vitapartneri szintre sem szabad fölengedni, mert a végén kiderülne, hogy bassza meg, nem tudom leérvelni. Én bármikor elfogadnám partnernek bármelyiküket, és bármelyikükkel bármilyen adásban leülnék beszélgetni ezekről a dolgokról. Hát az ültetést nem tudtuk vállalni, de a vitát viszont... De hozzászoktam az állás, hogy ő leülne, de... Alapvetően te mit gondolsz a magyarországi futball szakértőkről? Elég heterogén a mezőny. Tehát ezt gondolom, vannak jók, vannak kevésbé jók. Én azt gondolom, hogy azért ennek a megbecsültség az, mondtál, egyetértünk, hogy nem túl jó. Nem vagyok benne biztos, hogy más országokban sokkal jobb, de itthon azokból a visszajelzésekből, amik hozzám eljutnak, abból az jön le, hogy itt komoly problémák vannak szerintem ennek a reputációjával. Kicsit ez a szakértő, ez ilyen, nem is szitok szó lett, de tudod, így nem jó ezt így emlegetni, hogy szakértő, vagy mindenki szakértő, mindenki ért hozzá, szóval szerintem ez azt jelzi, hogy valami nem oké. Egészen konkrétan, akkor konkrétabban kérdezek, mit gondolsz egy olyan futball szakértőről, aki azt mondja, hogy a Tottenham egy magyar edzővel ott lenne a Premier League top 6 csapatában? Ez ugye az általad főszerkesztett blog, Facebook oldalán jelent meg. Hát nem, ezt a Salec mondta. Igen, de ez így jelent meg nálatok. Hát egy kiragadott mondattal, ugye? Persze, persze. Hát, de szerintem ez egy ilyen... S. István. Miért írtátok akkor már ki, hogy Saló István? Nem tudom, ezt a szerzőt kell megkérdezni. Egyébként ki a szerző ilyenkor, mert név sosincs ott? Azért nincs név, mert mi azt valljuk, hogy teljesen mindegy, és ez majd ebben a vitában is elő fog jönni, teljesen mindegy, hogy valamit kimond. Hát nem az alapján ítélem meg, hogy kimondta. És ugye hát de azzal tudsz vitatkozni, hogyha ki van írva, nem? Hogy ki nem, írta? Hát azzal kell vitatkozni, mert tartalom, nem azzal, aki mondta, vagy nem annak a személyével kell vitatkozni, aki mondta, hanem amit mondott. Nem úgy elegáns, nem? Hogyha tudjuk, hogy az kihez köthető. Hozzánk köthető, hozzám, itt vagyok, tehát vitatkozhatok. És csak mindig mondott, hogy ez nem hozzád köthető, ez a poszt. Azért megkérdezhet, hogy miért nem volt ott a Saló István. Én lehet úgy írtam, hogy a Saló István. Hát csak a bűnözőket szokás S. Istvánként említeni. De akkor kellett majd csík is. Nem, de egyébként adjuk is, nem ez a lényeg. Azért, hogy szerintem, bocsánat, szerintem ez egy ilyen brahiból elmondott ilyen szándékosan az állóvízbe ilyen követ dobott, ilyen kicsit ilyen bohózkodós jelleggel, na neztek. És hát mi meg neztünk. Tehát, hogy szerintem, de ez ezért hangzott el. Ezért hangzott el? Jó, én azt gondolom erről, hogy ugye rólunk tudni kell azt, hogy ugye itt a Premier League magazint mi most már ideste van, mióta csináljuk? 9 éve. Ez egy műsor. Tehát én sok embernek elmondom, hogy valamilyen láthatatlan erők felosztották ezt a hármast, hogy kinek mi a szerepe ebbe a showba, és én vagyok a provokatőr.
van olyan, amikor olyan mellett állok ki, amit a műsor miatt meg kell tenni. Én abban hiszek, hogy egy műsor attól jó, hogyha vita van, veszekedés van, határozott vélemények vannak. Én elmondom azt is, hogy ki fog nyerni, ki nem fog nyerni. És tudom azt, hogy ezzel valakik teljesen nem fognak egyetérteni, de ami a lényeg, nézni fogják. És ugye ez az egész erről szól. Tehát az ominózus eset, ugye te azt írtad az egyik blogba, vagy hozzászólásba, hogy ugye Salec biztos bohóckodott, mert hogy ezt nem gondolod, hogy ezt komolyan mondtam, és hogy akkor ne is sértődjek meg, ha bohócnak neveznek. Tehát itt nekem nem arról szól a történet, hogy megsértődtem. Egy dolog van, ami ennél a bejegyzésnél nekem problémám, hogy nekem, bármennyire sokat beszélünk a Premier League-ről, nekem a magyar foci a mindenem. Tehát én semmit nem érdekel, én a magyar fociért, tehát hogyha egy társaságok véletlenül főhozzák a magyar focit, a társaságnak vége. Tehát ha valaki szidja, onnantól én elkattanok. Tehát gyakorlatilag én azt mondom, hogy sokkal kisebb jelentősége van bizonyos dolgoknak, és egy picit itt jön be az a fajta kritika, hogy ugye nem voltatok futballban, és idézőjelben veszem a többest, mert nem látjátok, hogy valójában egy edzőnek mekkora szerepe. Tehát én azt látom, hogy az összes bejegyzésben, ami eljut hozzám, nem szoktam annyit olvasni, hogy egy picit naívak vagytok ezzel a sportággal, és többet képzeltek erről túl, idealizáljátok az edzők szerepét, ami sokkal kisebb. Ebben a nyilatkozatomban, és nagyon sok olyan nyilatkozatom van egyébként, egyrészt kiragadott dolog volt, ami így egy picit másabb volt a tehát akkor nem végezne top 6-ban? De biztos vagyok benne. Sőt, ha te lennél az edző akkor is, a Lehel akkor is, meg ha szerintem én akkor nem, is. De majd ezt jelenik, biztos nem. Pár ezt mindjárt elmondom. Nekem ezzel egy bajom van, hogy én ezt mondom. Én állítottam egy dolgot erre, én azt vártam volna, hogy leírjátok, oké, ezt mondta S. István, mi ezzel nem értünk egyet, mert. És felhozzátok az érveteket. Ugyanis én ezeket a kijelentéseket bármilyen furcsa, nagyon komoly statisztikai adatok alapján mondom, és én nagyon mélyen elemzem a focit, mert én a magyar futballban dolgozom 20 éve, csapatokat építek, tehát én a terepen vagyok, és tudom, hogy néz ki egy csapat, és azt is tudom, hogy én, mint sportigazgató, kialakítja a csapatot, hol az én felelősségem, és hol az edzői. Erre mondok egy egyszerű példát, az Urbány István volt az edzőm Újpesten, a Váccal játszottunk a Megyeri úton, és eljött a Vác, és lefocizott minket fociba. Tehát a City sem. És mondom neki utána, egy kicsit kiakadva, vagy felháborodva, teljesen mindegy, egy ilyen vitába, hogy te figyelj, hogy lehet, hogy ide jön a Vác, és lefociz minket. Tehát azért mégis mi vagyunk az Újpest, és akkor oda vágta nekem, hogyha olyan focit akarsz látni, ami domináns és passzolós, akkor igazolj olyan játékosokat. Ezen ugye összecsaptunk annak idején, de ma azt mondom, hogy 90%-ban igaza van. Tehát a játékos állomány meghatározza és determinálja azt a lehetőséget, amit egy edző el tud érni. És azt most nevezem én, mint sportigazgató, vagy a klub, vagy bárki döntök el, mert ugye a Lehel ebbe is vitában vagyunk, hogy az edző igazol, ez messze nem igaz, hogy az edző igazol, van beleszólása, de messze nem csak akkora hatalma egy edzőnek ma a nemzetközi fociba sem, mint amit ti gondoltok. És erre van egy táblázatom is, hogy miért mondtam én ezt. Tehát itt nagyon tisztán lehet látni, hogy a Tottenham utoljára 11 szezonnal innen volt 8. Soha nem végzett azóta a Tottenham a haton kívül, és fönt van a felső sorban, lehet látni az edzők száma. 4 edző volt ez alatt az idő alatt. Tehát egyetlen egy edző nem szerepelt haton kívül. Ez nekem azt mutatja, tehát hogyha statisztikus vagy, és számok alapján ítélkezel, már pedig a fociba figyelni kell ezt is, és én nagyon figyelem a számokat, mert nem csak lózungokat mondok, hanem én nagyon mélyen elemzem ezeket a dolgokat. Tehát nekem ez azt mutatja, hogy itt mindegy ki az edző, a Tottenham valamiért a top 6-ba lesz. Ugyanezt el lehet nézni az összes 6 csapatra, hogy hányszor voltak az elmúlt 10 évben 6-on kívül. A Liverpoolt leszámítva, ahol ugye elég hektikus volt a klubvezetés, edzőkkel, stb. Írd és mond a 6 csapatból, a Liverpool, vagy most akkor 5 csapatból, 2-szer voltak 6-on kívül. Tehát ezek a számok nekem azt mutatják, és emellé még jönne még egy szám, amit most már nem akartunk tovább léptetni, a 6. és a 7. között az elmúlt 3 éve átlag 15-20 pont van. Az azt jelenti, hogyha nekem te azt mondod, hogy egy 20 pontos különbséget az edző múlik,
nem pedig a játékos állományát. Tehát én teszem össze ugyanazt a 4-4-2-t, vagy 4-2-3-1-et, amit a Tatanen mindig játszik, és majdnem ugyanazokkal játszik, és azt mondom a Sonnak, hogy rúgjál gólt, vagy a Kane-nek, akkor nem fog gólt rúgni, a Pochettino fog. A különbség ott van, és ez a lényeg, amire fókuszálnotok kell, az az, hogy első vagy, vagy hatodik, az nagyon nem mindegy. Az a Pochettino érdeme, hogy ez a Tatanen, második, harmadik, mert az viszont nagyon nagy szó, mert nincs olyan pénzügyi ereje, ugye nem igazolt a tavalyi évben. Tehát én ezt állítom, és ezt jelen pillanatban objektív adatokkal ti nem tudjátok megtámadni. Azt írtad, hogy legalább egy edző lenne, aki ennek az ellenkezőjét bizonyítja. Uh-huh. Dárdai Pál. Igen. Szerinted a Tatanen elő nem benne az 1-6-ba? Lehet, hogy ott végezne. De... Tehát ő egy darab magyar edző. De várjál, nem, nem. Most egy kicsit olyan, hogy így felmutatunk valakit, hogy végre, nem. Vagy nehezen lett megint, valaki. Megint számokkal próbálom, és hogy azért, hogy értsétek ezt az egészet, mert nagyon sok szubjektív elemet visztek ebbe bele. A Pochettino hol fejezte be a pályafutását? Az Espanyolban. Igen, hol kezdte? Ott is volt edző, igen, először. A Dárdai Pál szerinted egy zseni, szerintem egy zseni. Igen. Szerinted, igen. Ha ő Pécsen edző, akkor is zseni? Szerintem igen. Szerinted a Dárdai Pál, ha nem játszott volna a Hertába, biztos, lett volna nem, valaha esélye? Akkor nem. Mondok neked, Szabics Imre, lett volna a Sturmgrácznak az edzője, vagy az Osztrák-szövetségnek az edzője, hogyha nem játszik Ausztriába? Löw Zsolt, ha annak idején a harmadosztályban nem megy el Németországba, nem viszi végig, akkor dolgozott volna a Lipcsénél, dolgozna most a világ leggazdagabb klubjánál? Tehát én azt akarom mondani ezzel, hogy azért nincs csak azért nincs magyar edző, mert nem a tehetség a legnagyobb probléma, hanem egyszerűen innen oda nem lehet eladni. Mondok egy egyszerű példát. Kinevezik a szövetségi kapitányt, nevezzük Lékensznek. Mi az első gondolatod? Ki a csuda az a Lékensz? Ezt fogod mondani. De ha kinevezik a Mateuszt, belecsapsz a levegőbe. A Mateusz pedig, ugye az eredmények alapján ma már tudjuk, hogy melyik a jobb edző. Nem a legjobb példa abban a szempontból, hogy ő se volt itt jó edző, de edzői pályafutásán többet letett. Tehát én azt mondom, ha te Angliába születsz, Spanyolországba születsz, vagy a Lehel, vagy én, Németország, vagy bárhol, ugyanebben a pozícióban dolgoznék, vagy dolgozhatnék. Mert a tehetség az megvan, de én, ha most Izraelbe el akarnék menni edzőnek, tehát edző lettem volna, szerinted el tudtam volna menni? Isten voltam ott. Biztos, hogy el tudtam volna. Sőt, kijöttek volna a reptéreim, és pallóson vittek volna egészen Jeruzsálemig. Mert ott játszottam, el tudod adni a sztorit. Én most vegyük azt, hogy Máltán van egy szenzációs edző. El tudom adni ezt valahol? Nem tudom eladni. Érted? Tehát, hogy a reputáció a magyar focinak, az eredményessége nincs azon a szinten. Csak ennyit, csak be akarom fejezni. Tehát, hogy minden mögött számok vannak, amit itt is állítok. Oké. Okay. Nekem mi jött le ebből a számsorból? Nem tudom, azt kitettétek, azt a számsort, azt látták a nézők. Persze. Tehát tegyük vissza. A Chelsea bajnok volt, tizedik lett bajnok. Utána megint bajnok lett. A Liverpoolnál ugye 5 különböző edző volt, alig-alig bírtak bejönni a 6-ba, és akkor is olyan költségvetésük volt, mert ott voltak anyagi megingások ott 10-11-12 környékén. Nem jöttek be a Unitednél egy rossz edzőválasztás a legeslegnagyobb költségvetéssel, az előző évi bajnok kerettel nem bírtak bejönni a 6-ba. Mert akkor éppen az Everton egyébként nagyon jó volt, és megelőzte még a... De én nem a költségvetésre beszélek. Is. Hanem tehát, a játékos állományról. Ha rosszul választott ki az edzőt egy játékos állományhoz, akkor is tudod ki a Chassi a Tatanemnél? Milyen Chassi? Ki igazol? A Levi, ő a Chassi. Ő a szupersztár. Persze. Ő a szupersztár, csak hogy ezt nem látjuk, mert a PR menedzser az a Pochettino, aki szenzációs edzőn, ezen nem vitatkozom. Persze. De a top 6 önmagában nem elég arra, hogy azt mondd, hogy ez számít. Ott egy háromfős transfer committee van, a Levy benne az egyik, a chairmanként, a Pochettino van benne, mint edző, és a John McDermott az akadémia vezetője, ők hárman döntenek minden egyes átigazolásról. Mióta Pochettino ott van, nettóban 31 millió fontot költött a Tatanen. Tehát 31 millió fonttal többért igazolt játékos, mint amennyiért eladott 5 év alatt. Várjál, azért, mert Pochettino nem kért, azt mondta, ez egy jó csapat, én nekem ne igazolítok senkit. Amikor a Pochettino megérkezett a csapathoz, akkor a keret értéke 275 millió euró volt. Jó, transfermark, mindegy, hagyjuk, tudjuk, hogy épül ki, de ez mégis egy viszonyi szám. Adat, most a Tatanen keretének értéke 875,5 millió euró. A Pochettino miatt. Csak mondom, hogy ilyen változás van, miközben 31 millió fontot költöttek csak. Tehát valami történt, és most azt mondod, hogy ez egy nagyon jó keret, és meg azt mondom erre, hogy persze, hogy egy nagyon jó keret, ahhoz Tim nagyon Sherwood, jó, biztos, hogy a 6-ba legyen. Tim Sherwood bohóckolott velük az utolsó szezonjában, amikor ugye bejöttek valahogy a 6-ba éppen csak, hogy
aki akkor a keretben volt, Loris, Vertonghen, Eriksen, Lamela, Kane, Rose, nem tudom, mondtam-e, tehát nagyjából a Winks is ott volt már, tehát most nagyjából, ha összeadjuk, ez így a mostani gála kezdőknek a fele. Jó, és, de... és mégis sokkal jobb lett a csapat, tehát azt mondom, hogy van egy olyan hozzáadott érték, amit ha egy rosszabb edző ülne ott, és ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy magyar vagy nem magyar, mert egy sokkal rosszabb edző ülne ott, akkor azt mondom, hogy szerintem nem lenne adott, hogy a hatban vannak, mert akkora gazdasági erejük, és pláne Pochettino kinevezésnek pillanatában pláne nem volt akkora gazdasági erejük, meg olyan játék, legalábbis erről a keretről akkor még senki nem gondolt, hogy ennyire jó. De addig ki is gondolt, megvettek egy Dele Alit, és ki gondolt, hogy az a Dele, most azt mondjuk, hogy hát jó, van egy Aliuk. Nem, de az, mindegy, az az Ali akkor senki nem volt. Figyelj, még. Ez egy partalom vita abból a szempontból, hogy most ugye nem ez a fő kérdés. Csak én azt mondom, hogy sokkal nagyobb jelentősége van, és sokkal inkább meghatározó, hogy milyen játékosaid vannak, mint hogy milyen edződ, mert azért a nagy csapatok mindig ott vannak, ahol vannak, és közben 128 edző változott a kispadjukon, jönnek-mennek, nyilvánvalóan számít az edzőnek a szerepe, de hosszú távon, például most nézd meg a Manchester United-et, ugye mindenki Mourinhozott, jött Solskjaer, felszabadultak, majd most rosszabb helyzetben vannak, mint amiben voltak a Mourinhónál, mert ez a keret ennyit tud, ez és pont. Meg rossz az intézmény struktúra. Jó. Ami a Spursnél jó, az ott rossz. Tehát de világos, csak a, ez van a hátterében, csak azt akartam mondani, hogy tehát én nem sértődöm meg, csak én azt gondolom, hogy, hogy a számokból sokkal másabb dolgokat tett. Tehát a kosárda például azt mondják, hogy nem titkosak a számok, mert a fociban egy titkos. Uh-huh. Az a kérdés, ki mit tud belőle kiolvasni. Én azt olvasom ki, hogy nagyon jó az átigazolási politikája és a játékos keret kialakítási politikája a Spursnek, és nem az edző a legfontosabb láncszem ebben, azon belül, hogyha nem akar elérni bajnoki címet. Tehát, hogyha most a Tottenhamnek az a cél, hogy bajnok akarok lenni, akkor létfontosságú egy ilyen szintű edző, mint a Pochettino. Na, ugorjunk! Ugye úgy hirdette te is meg ezt az egész mai beszélgetést az oldaladon, hogy az általad írt cikkekből, meg elemzésekből fogunk, mert ugye szakmai vitát hiányoltad. Ezt az infót kaptam, hogy ez lesz. Így igen. Van, így igen. Van. Salec meg kiválasztott, nem tudom, hát mi a... Nem rád, megmondom, nem sértődtem meg, csak én ezért állítottam, amit állítottam, nem bohockodásból, provokáció van bennem, mert a műsornak kell a show. Egy mondat még, tehát hogy lehet... hogy lenne olyan magyar edző, akivel a hatban végez a Spurs. Lehet. Ezt sose fogjuk megtudni, vagy tudjuk. Elég kicsi az eső, hogy megtudjuk. Lehet. De hogy bármilyen magyar edzőt odaültetek, és akkor is a hatban lesz, azzal én nem értek egyet. Már majdnem biztos vagyok benne. Nincsen. De... velem például nem lenne, még nem is vagyok edző, de velem nem lenne. Várj, ez egy szubjektív dolog. Én amit te mondtál még az elején, bocsánat, igen? Hogy ki hova születik, teljesen igaz, hogy mások a lehetőségei valakinek, attól függően, hogy máshol születik. Szocializálódsz, ez egyértelmű. De ugye ebből nem következik, hogy ha viszont oda születek, akkor én biztos, hogy XY vagyok. Én szerintem ez így van. Tehát van egyik igen, barátomnak van egy mondása, és szerintem teljesen igaz, hogy a tehetség mindig a felszínre tölt, tehát az olaj mindig a víz felszínére jön. Pont én... az olaj, mi? Igen. Tehát én azt gondolom, okay. hogy alapvetően a játékos állomány... Na, mi alapján választottad ki azt a meccset, amit... Nem, a másik ugye ez volt az egyik, mert ezt elküldik nekem mindig, akik jót akarnak nekem, és elküldik, de igazából csak föl cseszik az agyamat, mert ennyire nem... Aztán valószínűleg még egyszer kitettétek ugyanezt. Kétszer volt kint, igen. Mert a fejét. Mert most a Tottenham fel továbbjutás után hagyjuk. Nem érdekes. Szóval Lehel átküldött nekem egy-két elemzés, mert ugye a Marci mondta ezt a dolgot, hogy egyszer le kéne ülni egy vitázni, meg mély elemzés, nem mély elemzés, mi elkezdtünk erről beszélgetni. Ezek nem mély elemzések. Nem, csak az, hogy kellene mély elemzés, azt majd utána erről beszélgetünk. Most írta egy elemzést, és akkor az alaptéma, hogy a bloggereknek hol van a szerepük, meg hol vannak a határai, abban nem teljesen értünk egyet, de majd erről utána beszélünk, csak egyetlen egy meccset vettem ki. Írta egy elemzést az Ajax Juventusról, többet meg akartam nézni, de ebbe annyi olyan dolgot láttam. A Juventus meccs volt, tehát a torinói. Igen, tehát visszavágunk. A Juventus Ajax. Ebben csomó olyan dolog volt, amit én másképp látok, és akkor ezeket kihoztam. Tehát itt mondom a dolgokat, és akkor betesszük a rajzokat. Tehát azt írott, hogy ugye Allegri az első meccs tanulságából okulva 4-3-1-2-es felállást alkalmazott labda nélkül. Na most szerintem nem így állt föl a Juventus, és akkor erre én meg is mutatom neked. Tehát, hogy általában kirajzolódnak a dolgok, főleg amikor az embernél van a labda. Tehát itt lehet látni, hogy ez egy sima 4-4-2-es felállás, ahol Pjanic és Chan egymás mellett van, Matuidi és Bernardeschi a két oldalról, Dybala és Ronaldo pedig elől, és négy védős rendszer. Fehér mezben kell figyelni a Juventus-tak esetleg. És akkor ugorjunk, Marci, akkor ugye a
tehát itt egyértelműen be van rajzolva. Számomra ez egy teljesen tiszta 4-4-2-es felállás, és majd mondom, hogy itt lehet látni, mikor náluk van a labda, ugye a Pjanic és Csán, a két védelem előtti szervező, ezzel szemben ugye fölállnak a többiek, szerintem ez teljesen tiszta. És akkor ugye azt mondod, hogy az elsődleges célja a De Jongnak a semlegesítése volt. És ez egy fontos dolog, mert ugye itt lehet köztünk az alapvető eltérés. Itt lehet látni, amikor az Ajax elkezdi a támadás felépítését, ebben a Juventus egy nagyon érdekes dolgot hozott. Ugye a 4-4-2-es felállásból két variáció van, ahogy meg lehet oldani, ugye a belső forgatott a De Jongot, de itt nem számított a De Jong, hanem a hatos pozícióba ki van. Itt lehet látni, hogy az Ajax ebben a helyzetben váltott stratégiát, tehát felállási formát, és a 4-3-3-as felállás nem 4-2-1 és 3 volt, hanem 4-1-2, tehát följebb lépett vagy Schön, vagy éppen De Jong, és ebben a pillanatban ez egy ilyen felállás volt. Erre reagált Allegri, az ő taktikai elképzelése az volt, hogy a kettő belső középpályás közül az egyiket kiküldi De Jongra. Itt lehet látni, hogy volt, amikor Pjanic ment ki, volt, amikor Csán megy ki. Tehát, hogy ez volt az alap elképzelése, hogy így akadályozza meg a labda kihozatal, de ettől a felállása, tehát a játékrendszere az Ajaxnak, vagy a Juventusnak 4-4-2, amiben egy ilyen belső rombuszos felállási formára váltottak a labda kihozatalból a vonal négyessel. Tehát én ezt így látom másképp. Most mondhatok, vagy még tovább? Nem, mondhatod, te megyünk tovább, majd csak mondjad jó, ezt. Ja, itt az utolsó kép, amit bejátszottak, az tök jó volt, mert azon pont az látszik, amire én gondoltam, csak ott éppen a Gian játszott el a De Jonggal ezt, mert ez kb. Az ötödik percben van, ugye ez fontos. Itt éppen a Gian lép ki a De Jongra, nem a Pjanic, de ha akarom, ez 4-3, ott az egy rajta és a kettő. Ez olyan, hogy nyilván ezek a formációk 5 másodpercig tartják magukat, mert mozognak tovább, és ugye más játszik egy csapat labdával, labda nélkül. Így kezdte a meccset Allegri, hogy De Jongon mindig legyen egy ember, és ne tudjon szervezni zavartalanul. Ezért volt az, hogy Onana egy csomószor felemelte a labdát, és amit bejátszották képet a 20. percből, az már, és azon nagyon jól látszott, hogy De Jong visszalép a két közép hátvéd mögé, pont ez elől a zavarás elől, Blind kitolódik balra, és kvázi a labda kihozatalán az Ajax 3 védővel játszik, pont azért, mert a De Jong nem tudta ezt a zavaró emberes dolgot, amit vagy a Csán, vagy a Pjanic játszott fölváltva, és ugye a másik meg után mögötte védte a passzsávot, azt is írtam később, én ezt gondoltam itt. Úgyhogy ezek szerintem ilyen nüanszi különbségek így kezdtek, a 20. percben már változtattak, azért nem, különbség, mert ugye most az nekem a kérdésem, hogy ugye itt jön be például, hogy a Dárdainak az alap elképzelése, amikor a válogatott szövetségi kapitány lett, itt leírja, hogy mi az elképzelése, játékos profilok, stb. És itt van benne neki nem szabad mutatnom, mert itt van benne zöld, tehát az ellenfelek feltérképezése. És itt nagyon fontos, hogy amikor egy meccset elemzel, akkor megvannak azok a szegmensek, ami alapján kell nézni. Most az nekem a kérdésem, hogy te ezt tudod-e? Hogy milyen szempontok alapján, tehát hogy néz ki egy meccselemzés? Azt tudom elmondani, hogy én mit nézek. De várjál, most... Én nem kaptam a Dárdai Palitól ilyen papírt, úgyhogy valószínűleg nem fogom tudni felmondani. De nem is ez a lényeg, tehát ez nem egy, hanem pont ez az a vita, ami köztünk van, hogy én azt gondolom, hogy aki elemez, és ez mindegy, hogy ki, ez most nem rád van ki, és elnézést is kérek, hogy itt veled vitatkozom ilyen dolgokban. Nem azért mondom, csak nehogy az legyen, hogy ez nem egy személyeskedős dolog. Bármelyik bloggernél, aki amikor elemez, akkor ő fölvállal egy olyan felelősséget, ami egy kockázatos dolog. Ugyanis az emberek, mikor elolvassák ezt, bármi miatt, mert a tévébe szerepelsz, az interneten lát, M4-en vagy szakértő, vagy szakíró, elnézést, mert ilyen nagyon különleges kiírásokat is látok már, amit még életemben nem tudtam, hogy az mi az, hogy szakíró, de most már megtudtam. Ez egy komoly hiányosság a magyar futballnak. Igen, de majd beszéltünk később. Beszéltünk, jó, de ezeket írjuk fel. De mindegy, de amikor ugye Henrik is, vagy te is ilyen elemzéseket csináltok, akkor azt vállaljátok fel, hogy az emberek azt gondolják, hogy ti ezt profin csináljátok, és ezáltal befolyásoljátok a véleményt. Most én erre azt mondom, hogy ugye az egyik, hogy ott kezdődik, hogy ami fontos, ugye meg kell nézned az alkalmazott játékrendszert. Egyáltalán tudod-e, hogy mi az, hogy... Tehát ugye nagyon sokszor használtuk a szerkezetet. Nincs ilyen szó, hogy szerkezet ugye a szakszótárban. Tehát ez nem létezik. Létezik olyan, hogy
Játékrendszer. És felállási forma. Felállási forma. Igen. Csak most ez a kérdés, hogy... Játékstílus, játékfelfogás. Igen, hogy ezekkel mennyire vagytok tisztában, mert ugye most hoztam itt egy ilyen izét, egy ilyen paksamétát, direkt ezért hoztam el, hogy csak a játékrendszerekről, tehát a felállási formákról, azoknak a melyik, mire nem jó. Tehát mondjuk, ugye tudom, hogy lenézitek a magyar edzőképzést, de mondjuk ez a UEFA-nak a kiadott anyaga, hogy így néz ki ez az egész. Ez csak egyetlen egy szegmens, hogy ugye én nekem pro-licenszem van, tehát ugye most úgy belém találtál ebbe a szempontból, vagy belém találtatok, mert tehát nekem pro-licenszem van, TR diplomám van, én végigmentem az egész képzésen, a futball minden területén dolgoztam, ügynökként, edzőként, vezetőként, tévésként, tehát tök jó elemzéseket tudnál csinálni. Nem, arra majd visszatérünk. Tehát én azt mondom, hogy azért ezt tanulni kell, és azért az a kérdésem, hogy mennyire vagytok ezzel tisztában. És itt jön be az a kép, hogy amikor azt írod, hogy ebből tanulva ilyet alkalmazott, akkor nekem ezek, és ugye a mély elemzésed ott jön le, hogy akkor azt kellene leírni ott precízen, hogy 4-4-2-es játékrendszerben a felállási forma labdabirtoklásnál így volt, az ellenfél labdabirtoklásánál váltottak, és ott jön a lényeg, hogy le tudod-e írni, hogy miért, mi a célja, és ezzel mit akar elérni. Tehát ennyi volt az egész tanulság, mert azt a kiragadott képet, és azt leírod, azt elfogadom, hogy azt lehet ezt leírni. Csak hogyha megnézem és kivesézem szakmailag ezeket a dolgokat, és te ezt odaadnád egy edzőnek, hogy olvass el, mert te így láttad ezt a meccset, és erre kell felkészülnie, mondjuk, akkor ez téves megállapítás. Ja, szerintem. Nem, ezek nem scouting reportok. Tehát ne értsem félre senki, tehát ezek nem azok. Csak ott a felelősség, hogy ugye ti azt mondjátok... Én végigolvastam a blogodon a hozzászólásokat, például ez alatt a cikk alatt, és ott hát a 90% azt írta, hogy ilyen mély elemzést és ilyen pontos elemzést még életében nem olvasott mondjuk meccsre. Senkitől. A sajtóban. Tehát, a sajtóban. Szaladjunk végig, mert még egy-kettő dolgot kiírtam. Azt mondja, hogy Pjanic támadta meg, hogy nézzünk ki, Lehi. Csapda jön, nem? Ja, becsapdázta De Jongot, az mi nálad a becsapdázás? Tehát mire gondoltál, hogy az hogy kell becsapdázni? Pressing trap. Nem tudom. Ha van magyar, egyébként azt akartam mondani, hogy magyar terminológiát ilyenekre valaki megalkott, én nagyon hálás vagyok, és azonnal kezdem használni, de ugye mivel... De az hogy néz ki? Tehát itt hoztam taktikai táblát is, tessék. Okay. Tehát mutasd meg nekem a táblám, én tényleg kíváncsi vagyok. Nem egyébként szétrombolni, de... Nem csak, mert csak az a lényeg, hogy a De Jongnak a... Mit tudom én, ezt egyébként a legjobban a 4-1-4 egyenletben bemutatni, de... Mindegy, mutathatod azon is, csak kíváncsi vagyok, hogy nálad mi a csapda. Azért vagyok kíváncsi, mert használsz szavakat, amit ugye mi is használunk szakértők. A pressing trap olyankor van, és ez egyébként, amennyire én olvasom a külföldi szaksajtót, ez egy viszonylag friss dolog. Például Klopp rengetegszer használja a Liverpool meccsein. Kicsit a felemelet látjuk, ja, pontosan azért használja... Ez a labda, jó? Okay. Mert akkor látjuk, hol a labda, meg az ellenfelet beteszed. Pontosan azért használja ezt a Liverpoolnál Jürgen Klopp, mert tanult abból, hogy iszonyat sok energia elmegy a nagyon komoly letámadásával. És mit rakjak fel ide, 4-3-3-at. És ezzel tud energiát spórolni. A pressing trapnek a lényege az, amikor egy csapat a védekező felállását egy pillanatra megnyitja. Megfogom, és akkor mutasd. Bocs, tehát pillanatra megnyitja a védekező felállását, hogy nyisson egy folyosót, és kiprovokáljon egy paszt az ellenfél csapatától. Betereli egy folyosóba a játékot, hogy aztán ott körbe vegy a labdás játékos, és gyors labdaszerzés provokáljon ki belőle. Ezt a Liverpool meccsén rengeteget lehet látni, és az Ajax is nagyon sokat használja. Olyankor van, amikor beállnak labdavesztés után, vagy bárhogy védekező formációba, legjobban akkor lehet, ennek vannak úgynevezett triggerei, amire beindul ez a folyamat. Mikor átpasszolja ide a labdát, az egyik játékos, a másik labda, ugye akkor nem mozognak a többiek, hiszen úton van a labda, akkor lehet elindulni, hogy például ez a játékos kilép ide. Igen. Ezzel nyilvánvalóan megnyílik itt ez a folyosó ennek a játékosnak, ők mondjuk föl vannak ide tolódva, nyilván tök kompakt szerkezetben lehet ezt csak megjátszani, tehát nagyon kicsi a távolság a csapatrészek között, megnyílik ez a folyosó, de pontosan tudják, hogy ez a folyosó fog megnyílni, mert ők nyitották meg, és abban a pillanatban ő visszalép, ő kilép ide, ő is belép ide, és ők becsapdázzák ezt a labdás játékost, és ebből provokálnak labdaszerzéseket. És itt szerinted ez volt a De Jongot, így csapdázták be, hogy középre engedték passzolni a labdát neki? Szerintem sokszor volt ilyen a mérkőzés elején, ezért írtam. És ezért nem is működött a labda kihozatal a meccs elején az Ajaxnak. Na, biztos, én néztem, mert én kivettem egy csapdázást, hogy valóban volt,
elképzelés. Ez volt a Juventusnak az elképzelése. Itt nagyon jól lehet látni, hogy pontosan nem odaengedik a labdát, ahol te gondolod, hanem kiengedték passzolni a szélre. Ronaldónak úgy kell megpasszolni, vagy megtámadni az embert, ugye, hogy lehetőleg a jobb hátvéd kapja a labdát, ez volt a fő feladat. Matuidinek erről az oldalról pedig úgy kell megtámadni, hogy csak befele tudja passzolni. És akkor itt menjünk tovább, és akkor itt lehet látni egyértelműen, hogy a Juventusnál ez egy olyan dolog volt, ami folyamatosan ismétlődött. Tehát itt lehet látni, itt már lehet nézni a kép jobb oldalán, hogy Pjanic belép az ember elé, pontosan azért, hogy ezt, amit te mondasz, csak nem úgy történt meg, ahogy te mondod, azért lepredte meg, mert oda beengedni elég nehéz, hogy a De Jongot csapdázzák be. És ebből jön ki egy labdavesztés, ahol jönni kell a Dybalával, és valószínű, hogy ezért ott a Dybalának ezért nem úgy játszották meg a 4-4-2-t, hogy a Dybala forog be a hatosra, mert neki kellett volna. Itt lehet látni, hogy Pjanic szedi föl a labdát szemből. És ez egyfajta csapdázás, amire a Juventus teljesen tudatosan készült, és ugye nagy vita volt itt nálunk, hogy miért Ronaldo, meg Dybala így, meg úgy. Ezen a meccsen egyértelműen kijött, hogy Dybalát nem tudják használni abba a védekezés részébe, amivel meg tudták volna oda, és választott Allegri egy olyan dolgot, ami szerintem óriási kockázat volt. Tehát ez a csapdázás, egyébként jól mondtad el, ez most amit elmondtál, vicces, csak mert nem... Most, hogyha tudtam volna hozni egy példát, az tök jó lett volna, én láttam persze. De nem, persze, jót mondtál, tehát egyetértek, amit mondtál, csak nem az jelent meg, de lehet, hogy te láttál volna, most tudtál volna egy olyat hozni. Tök jó, viszont mert látszott, hogy a Pjanic meg a Gian tényleg ott voltak a Dejan, vagy akár, szóval ez tök jó. Na, mi a következő pontunk? Azt mondja, Juventus az Atletico ellen, Atleti elleni visszavágóhoz hasonló támadás, ezúttal a pálya szélét akartak kihasználni, hogy minél több beadás jön szériájába. Az Ajax viszont elképesztő tudatossága reagált, szűken használta a védőjét, másrészt a labda nélkül kifejezetten mélyre húzta vissza Schönét és De Jongot. Na most ez megint egy teljesen illogikus dolog, tehát hogyha te azt állítod nekem, hogy ugye én a Ronaldot meg akarom játszani szélességbe, ugye ez az alapvető taktikai felállás, hogy az ellenfelem így fog jönni. Erre, hogyha te azt mondod, hogy az Ajax erre úgy reagál, hogy szűken beteszi a 4 védőt, akkor én azon nagyon meg vagyok lepődve. Meg az is ott van, hogy az IS és a másik szélen a Neres is tök visszajöttek, pont a fölfutó szélső bekkekkel. Illetve visszahúzták ide a Schönét, és visszahúzták ide a De Jongot, pont ezért, hogyha lecsorgó van, azt is összeszedjék, és kb. Így néztek ki labda nélkül. Tehát te azt mondod, hogyha ezek fölmennek, akkor gyakorlatilag kialakult egy 6 védős rendszer ebben az esetben. Sokszor csúszik 6-3-1-re vagy 6-2 valamire a formáció ilyenkor, amikor nagyon szélességbe játszik az ellenfél, szerintem. Mert én azt gondolom erről... A City tök jó manipulálja az ilyen 6 védős dolgokat, de... Mert én azt gondolom erről, hogy a 4 védőnek megvan az ideális távolsága, és ők... nem szűken játszanak, hanem a labda határozza meg a helyzetüket. Tehát, hogyha a labda középen van, akkor így vannak, föladják nyilván valamelyik oldalt. Ha a labda elindul oldalra, akkor szépen elkezdenek jönni így be. Ebben az esetben van edző, aki ide húzza be őket, mondjuk az Atletico Madrid edzője, van edző, akinek oda kell visszazárni. De az, hogy a 4 védő szűken van, az biztos, hogy nem helyes megállapítás ebben a helyzetben, mert szűken nem tudsz lenni, hanem ő nekik egy ideális távolságot, és az úgynevezett klasszikus tolódás, vagy klasszikust idézek, kell helyezkedni. És erre van egy példa, tehát hoztam egy rajzot erre is, ahol ez a tolódás, ez ugye? A tolódás, igen. Amikor itt lehet látni a 4 védőt, ugye fönt a 4 Ajax védőt, amire te azt gondolod, hogy ugye direkt szűken állnak. Itt lehet látni, hogy ugye a két szélén, a két szélső azért nem megy be a védelem mellé, mert az irreális lenne. Itt lehet látni a 4 embert, belül a két védekező középpás, ez a klasszikus 6-os blokknak a védekezése, a labda iránya, és a következő képen lehet látni, hogy a labda eljön le a szélre, abban a pillanatban áttolódik a védelem, és már nincsenek szűken, nem a jobb szélsőnek kell a fölvenni a Juventusnak a bal szélén belépőt, hanem a jobb hátvéd tolódik ki teljesen logikusan, és ez a helyes felállás, tehát semmi extra... Ez ott öt. Ez ott öt, ugye? Hol? Hát 1-2-3-4 és az ötödik védő. Nem, az ott mondom, hogy ugye az Aides, vagy hogy hívják, ő ebben az esetben a túloldalon figyeli az embert, erre az Atletico Madrid edzője most, ez megint egy nagyon érdekes dolog, mert nem vagyok benne biztos, hogy ebben az esetben ő jól helyezkedik. Tehát például Simeone szerint ő rosszul helyezkedik,
mert mellé kellene bejönni, ugye a belül lehet látni, és 2-4-es lánccal védekezik az Atletico Madrid. Van edző, aki ezt, és főleg a magyar játékosokra jellemző, akik szeretnek embert, kontaktust találni, és ezért ők kimaradnak a szélen, ami szerintem egy rossz felfogás, és nem vagyok benne biztos, hogy ezt kérték tőlük, de ebben az esetben. De a lényeg az, hogy a négy védő az nem szűken áll be, hanem ez az alapfelállása, és ők a labdára reagálva tolódnak egyik oldalra a másik oldalra, és ha kimegy a labda, akkor a szélsőbeknek kell odaérni. Na, akkor mi a következőnk? És akkor azt mondott, hogy az Ajax, ugye a következő képen, hogy ők behúzták a két védekező középpársukat. Na most itt lehet látni, ahol nagyon jól lehet látni a felállásnál, egy pontrugásnál, hogy az Ajax két belső középpályása egyáltalán nem áll szűken a Ronaldóék elé, hogy a visszapattant, hanem pontosan fölveszik a Juventusnak a két emberét, és lehet látni, hogy a négy ember elől úgy áll föl, hogy a labdaszerzésből azonnal presszingeljenek. Tehát pont, hogy nem azt választják, hogy visszahátrálnak a védelem elé, hanem kijönnek emberre. Lehet látni, hogy ugye a két védekező középpályás teljesen kijön és fölveszik, és totálisan üresen hagyják azt a területet, amit te azt mondtad, hogy oda behúzták. Tehát ezekből egyértelműen azt látszik, vagy látszik az Ajaxnak a filozófiája, hogy bizony itt akart labdát szerezni, és nem tolattak be, hogy Ronaldot onnan biztosítsák, hanem kijöttek emberig, hogy ne tudják fölvenni a labdát. És igen, íveljék föl, azt majd megoldja a négy védő a két támadóval szembe. Szóval ezt a részét én meg így láttam, tehát így a szűkítésre. Jó, egyébként most direkt azzal kerestem meg a bejegyzést, ugye azt hiszem így írtam, hogy reagált. Itt van. Ja, köszönöm, tehát hogy reagált ugye az Ajax, tehát hogy nem feltétlenül így kezdtek, ugye csak miután látták, hogy mit játszik a Juventus, és ezek ugye az elején, ha 7. percben, meg 11. percben voltak, ugye ez a pontrugásos, ez ugye mindig egy külön sztori tud lenni. Mondom, nyilván voltak ilyen szituációk, és én általában úgy szoktam ezeket nézni, hogy észreveszek valamit, az is, hogy hülyeséget veszek észre, észreveszek valamit, fölírom, észreveszem, fölírom, és utána elkezdek strigulákat húzogatni. És ha mondjuk valamit 5-6-szor legalább láttam, akkor azt bekarikázom, hogy ez valószínűleg nem véletlenül alakult így. És ezek elég kerültek be ebbe az elemzésbe, mert 5-6-szor észrevettem. Ez hát, az, hogy egy csomó olyan kérdés jön egyébként ahhoz, hogy egy ilyen képből, egy kiragadott képből, amit itt látunk, amiket itt mutogatunk, abból lehet-e olyan következtetést levonni, amit te itt előadsz, és arra ráhúzhatjuk-e, hogy igen, ez volt az Ajax taktikája, vagy ez volt a Juventus taktikája? Hát azt tegyük hozzá, ugye, hogy szerettünk volna videót betenni, de sajnos a jogdíjak miatt ez nem lehetséges, ezért próbáltuk képeken kivenni ezeket a dolgokat. A másik meg, hogy adsz-e a Janeknek egy kis vizet, de akkor adsz. És reagálva rád egyébként, és megint az edzői súlyra, ugye kivettem egy olyan képet, ahol lehet látni, hogy egy sérülésnél kijön az Ajax játékos, itt volt ugye a bal hátvédje megsérült, az Ajaxnak hosszabban ápolták, az 5. percben kijön az Ajax játékos, megkérdezni az edzőtől, hogy mi a csodát csináljunk, mert nem ezt beszéltük meg. És itt jön egy nagyon fontos dolog, hogy ugye én pontosan tudom, hogy az edző teljesen mindegy, mit mond a pályaszélén, ezek a mutogatok 4, meg 2, meg nem tudom, meg te gyere innen a túloldalra, hogy ennek pontosan mennyi a hatása, meg mennyi az edzőnek, hogy levezeti a feszültségét. De ebbe egy picit azt érzem, hogy ugye ti, akik nem voltatok ebbe benne, hogy ennek sokkal nagyobb jelentős. Valóban bemutat, valóban tud. Tehát van olyan, amire tud reagálni, ugye írtad a Tottenham elemzésénél, azt is olvastam, hogy ugye Pochettino belenyúlt a meccsbe, visszarendelte ugye Lucas Mourát, hogy 5-4-1-es fölállás legyen. És ezeknél a szituációknál egy a nagy kérdés, amit se én nem tudok, és ez nem szakértő kérdés, hogy valóban beszólt-e neki, vagy az alapfelállás az volt, hogy te neked ott kéne lenni, és ő az elején fegyelmezetlen volt, és 5-3-2-es felállás volt. Ebben az esetben is, hogy látod, hogy azt mondod, hogy az Ajax nem így kezdte, majd utána erre reagált, ugye, és módosított, hogy nem tartom életszerűnek, hogy egy ilyen változtatást az edző bele tud nyúlni, ha csak nincs A-terv-B terv, amire felkészültek, de erre a felállásra, amit a Juventus reagált, amit ott kirajzoltam, biztos, hogy az Ajax nem tudta, hogy mi az ellenszer, és az első fél időben ettől voltak megzavarodva, hogy egyszer nem találták, és szerintem ez nyírta ki a Juvét, mert a Pjanicek annyira elfáradtak ebből, hogy állandóan ki kellett nyitniuk és támadni. Jó, hadd reagáljon olyanak, jó? Ja, bocs. Annyi csak, ezt valóban senki nem tudja megmondani, ez a közszurkálás része a dolognak, ez
részben közszurkás nyilván, mert viszont következtetni meg tudunk. Tehát szerintem valamiféle előfeltételezéseken, mint minden elemzésben és mint minden modell számítás azon alapszik, hogy vannak előfeltételezéseink, amiket elfogadunk igaznak, hiszen a valóságot valamilyen egyszerűsített formában akarjuk reprodukálni és megmutatni a tendenciákat, amik elvezetnek valahová. Szerintem minden elemzés, én legalábbis így fogom fel. Nekem a hétköznapi munkám is ez, hogy elemzéseket készítek másról. Miről? Egyébként Európai Uniós támogatási programoknak a hatásáról, meg ezekkel foglalkozom. Hatástanulmány? Hát elemzések, értékelések, ilyesmi. De az a lényeg, hogy a Ten Hag, az Ajaxnak az edzője, ő Pep Guardiola mellett dolgozott, mint videóelemző. Effektíve éveken keresztül az volt a munkája, ismerjük Guardiolának a precizitását, hogy ő a Leicester City, meg a Watford, meg mindenki ellen pontosan tudni akar, hogy hova forog a bal hátvéd, mikor nyit ki, milyen letámadási sémák vannak, milyen labdakihozatalok. Tehát ezeket neki olyan készségszinten kellett megmondani, hogy mikor, ki, mit csinál és miért csinál, és arra mi a reakció és mit kellene húzni. Egész biztos vagyok benne, hogy nála ezek, tehát ő biztos elmondja, hogy szerintem mit kell csinálni. A játékosok ezt megvalósítják, rosszul valósítják, meg elcsúszik valaki, és azért kerül oda, azt nem tudom. De én élek az előfeltevéssel, hogy valakinek ez volt a munkája, akkor vezetőedzőként is ez egy nagyon fontos skillsetje marad, amivel ő kiemelten foglalkozik, és amit a saját hatáskörében tart legalábbis nagy részt. Én élek ezzel a feltevéssel, lehet, hogy nincs így, nem tudom. Nem, szerintem sok olyan megállapítás van, ami feltételezés, belemagyarázás. Uh-huh. És a foci egy sokkal egyszerűbb történet. Például az, hogy nézed és ismétlődő dolgok, és pont kivettem ugye az előző csapdázást, amit a Juventus csinál, hogy itt az időket meg lehet nézni, hogy ezekre kell figyelni, ugye itt lehet látni a bal felső sorokban, hogy hányadik percben vannak ezek az események, és ezek teljesen ismétlődő dolgok, aha, mert itt ez a 14. percben van éppen, a következőképpen az első percben ugyanazok a mozgások itt ugyanúgy állnak föl, ugyanazok itt a 20. percben vannak éppen, tehát teljesen mindegy, hogy melyik, legyértelműen ezek azok a dolgok, ami biztos, hogy begyakorolt dolog. De itt jön be az, hogy vajon ezt nem értitek igazából, meg ebben nem láttok mélységében bele, aki nem volt ebbe benne, uh-huh, hogy a Juventus szombaton játszott meccset a Spál ellen, és kedden volt az Ajax ellen a visszavágó. Ez azt jelenti, hogy 2 darab napja volt edzeni. Mert ugye nyilván a Spál elleni meccsen nem elemeztek, tehát erre a meccsre 2 nap. Tehát, hogy egy komolyabban, ahogy te mondod, hogy ez is le van gyakorolva, az is le van, erre ezt lépem, arra azt lépem, mint egy sakjátszma, uh-huh, ilyen biztos, hogy nincs a fociba, sehol, a Guardiolánál sehol, hanem a csapat általában ott azt mondják, 70-80% saját játékkal foglalkozik, 20%-ban az ellenféle, tehát bizonyos dolgot reagálnak, mondjuk a Juventus ezt be tudta gyakorolni, ennyi volt, de ebből már még egy variáció nincs, csak az, hogy visszaállok az eredetire. És ugye... Bocsánat, Allegri viszonylag híres arról egyébként, hogy megnézi a naptárt, és viszonylag előre gondolkodik ilyen szempontból. Tehát, hogy valószínűleg nem azt a 2 napot gondolt az Ajax visszavágóra. Szerintem ő legalábbis erről szokott nyilatkozni, hogy ő mire tervez, és hova időzíti a formát, meg miben gondolkodik. Ugye, amikor legutóbb EL-döntőbe jutottak, akkor is volt egy formációváltás a télen, éppen abban az időszakban, amikor több idejük volt gyakorolni. Váltottak egy formációt, akkor álltak át 4-2-3-1-re, és azzal mentek be végül a 17-es BL döntőbe, és ez nagyon bejött az a húzás, és utólag meg már közben is elmondta az Allegri, hogy azt látta, hogy nem működik az alapfelállásuk, ott volt a tél, előre gondolkozott, meglátta, hogy ki ellen kb. Mit lehet csinálni, és akkor begyakoroltak egy ilyet. Nyilván most idén ez pont nem működött, mert tavaszra lett a legrosszabb. De a Radoki Jánosnak volt egy nyilatkozata, ugye, hogy begyakorolnak valamit, és 2 hét múlva elfelejtik a játékosok. A Puskás játékosai. Tehát igen, azt feltételezzük, hogy a Puskás játékosai felejtik ezt el, de ezt hidd el, hogy nemzetközi szinten egy játékos, amit 6 hónappal ezelőtt begyakoroltam, vagy 3, vagy akár 1 hónappal ezelőtt, azt csak összezavarod. Tehát minél több információt adsz, annál jobb össze. Tehát a Dárdai Pali mellett például, ami nekem a legnagyobb tanulság volt, mikor a stábjában dolgoztam, az a nagyon világos, egyszerű kommunikáció, és viszonylag kevés információval, mert az átmegy, és az biztos van hatása. Tehát volt olyan edzőm, aki mondott 10 olyan dolgot, amitől lehidalná, hogy szenzációs, uh-huh, tízes. De ha egyenként oda megy a játékos, azon mondják 2 legfontosabbat ebből, tudja, hogy mindegyik mást mondott volna. Uh-huh. Dárdai 2 vagy 3 mondott, az biztos, hogy minden játékos el tudta mondani. Ettől tudta ő 3 nap alatt összerakni egy széthullott olyan válogatott, amit az életben nem védekezett olyan fegyelmezette, mint a románok ellen az első bemutatkozó meccsén, amit én ledöbbentem, hogy 3 nap alatt össze lehet rakni, de úgy lehet összerakni, hogy kevés információ, határozott információ, tehát kizárólag tartom. Egyénekre lebontva.
Nem, ez csapatjáték, tehát én nehezen tudom azt elképzelni, hogy előre dolgozol, és nem tudom, 3 hónap múlva lesz az Ajax meccs, mikor azt se tudta ugye Allegri akkor még, hogy az Ajax ellen hogy kell játszani. Ez a felállás azt próbálta megakadályozni, és ez volt a célja, hogy az Ajax az első meccsen, pontosan középpályán De Jongék, valóban, ahogy kiemelted, ők megoldozták ezt a játékot. Mik vannak még? Még van, még egyet akarok mutatni, ugye a szöglet. Az a területvédekezés. Igen, tehát itt volt egy blokk bejegyzésed, ugye, amiben te azt írtad, hogy az a Juventus területvédekezését ugye berobbanó, itt leírod végig, hogy ugye területet véd a Juventus, és a szögletnél a berobbanó játékos, hogy ez a megoldás a Deliknek a berobbanása egy területvédekezés ellen. Na most, nekem ez az a problémám, hogy ugye ezek így jól néznek ki, ezek a rajzok, de ez nem területvédekezés, a Juventus. Tehát, hogyha átmegyünk az én rajzomra, akkor egyértelműen látszik, hogy itt csodálatosan kialakulnak a párok, ami az előzőeknél tudunk vitatkozni bizonyos dolgokon, de itt lehet látni, hogy bizony ez egy úgynevezett vegyes védekezés, ahol megvannak a párok, és van 3 szabad ember, akik támadják a labdát. Tehát pirosra megvannak a párok, teljesen világosan, és kékkel a szabad emberek vannak megjelölve, így állt fel a Juventus, ugye ketten kimentek, mert kis szöglet volt. Tehát ez viszont egy olyan szakmai baki, amire azt mondom, hogy ez nem egy egyszerű, most éppen egy játékhelyzetbe kiveszem, hogy 4-4-2, vagy 4-2-3-1, vagy mi volt a felállás, hogy ez nem, tehát ez viszont számomra nekem meglepetés ebből a szempontból, hogy mi a területvédekezés, mert mutatok arra is képet, hogy néz ki egy területvédekezés. Itt lehet látni a Chelsea-nek, ez a klasszikus területvédekezés. Itt senkinek nincs embere, itt fölállnak két vonalba, ugye a 7-es-5-ös játékosoknak kell támadni a 16-oson helyezkedőt, hogy oda jön, és mindenki támadja a labdát. Tehát ez a területvédekezés, tehát itt lehet látni. És akkor De Ligt végül is akkor emberről? Emberről, pontosan. És ki volt az embere? Hát menjünk vissza, De Ligtnek a lehet látni, de volt még egy kép, hogy valaki visszanézi, akkor lesz majd egy közeli kép, amikor lehet őt látni, hogy az ember ott lögdös, és itt lehet látni. Hát itt nem állna rajta nem, senki. Nem, hát ott áll, a 5-ösnek kell vele menni, csak nem át mellé. Hát, jó. De a párok egyértelműen kialakulnak. Ez megint az, hogy nem tudjuk, hogy ott kellett volna állni. De nem, hát nézd meg a többit, tehát nem írhatod, hogy területvédekezés, hogy az, hogy egy ember elrontja és nem áll közvetlen közel mellé, mert jelen pillanatban ugye De Ligt, mint hogyha kipattanóra állna föl, de teljesen egyértelmű, hogy az 5-ös vagy száma megjelölt játékosnak kell felvenni, az összes többi embert fog. Tehát ez biztos, hogy nem területvédekezés. Tehát ez szerintem... Ami miatt szerintem fontos ez a vita, a Soletz megtalált egy olyan Facebook üzenetet is, ugye... Ehhez van egy hozzászólás, igen. Leírja, hogy mit kellett volna megcsinálni, és akkor leírja a hozzászóló, hogy talán embert kellett volna fogni. Tehát nekem ez az alapvető problémám, hogy ugye fölhoztok bizonyos dolgokat, itt lehet látni, hogy amivel a nézőt félrevezetheted. Tehát ő hisz benned, mert azt gondolja, hogy tényleg értesz hozzá, mert tényleg, ahogy leírod, szakszavakat használ, stb. És ezáltal ő azt gondolja, hogy ez elmegy a kocsmába, és mondja, hogy mekkora hülye ez a Juventus területet védett, tényleg igaza Janonak, mekkora igaza volt, hogy ilyen hülyeséget hogy lehet csinálni, és nem jó volt a megállapítás. Ez biztos, hogy nem jó megállapítás. Jó, én tovább is azt láttam, hogy ott volt az üres terület, arról fejelte volt a De Ligt, a kapu előtt lehet, hogy embert fogtak, én ott lehet, hogy elszámoltam egy embert, én ott egyre több Juventus játékos láttam, azért nem húztam jó, be csak... az emberfogásnak, ha ott embert fogtak, csak itt jön be a területet, akkor vegyes. Ezzel a kérdésem érted, tehát hogy ugye a blogger szakértő kérdésben... Lehet, tehát hogy... Egyértelmű, csak jó. Ebben nem tudsz. Tehát abban, hogy ugye a Dárdainak itt a felírása, tehát létfontosságú például a pontrugásoknak, hogy állnak föl, az a legfontosabb. Tehát az ellenfél feltérképezésen a legfontosabb elep a játékrendszer felállási forma, és a legfontosabb viszont a pontrugás, és azt gyakorlod orva szájba, és azt nagyon kell tudnod, mert ez az edződnek odaadod, ő fölkészül arra, hogy megtámad, és aztán meglepődsz, hogy mindenki embert fog, ami változhat persze, mert nem biztos, hogy mindig ugyanúgy állnak föl. És akkor jön még a hétvég, vagy a tegnapi gól, ugye a City. Itt most kíváncsi vagyok a véleményedre, most ez egy teszt. Tehát, hogy ebben a helyzetben ugye tudjuk a végét az akciónak, hibázott a védelem, hogy szerinted
Hibázott a védelem, vagy nem hibázott, hogy ebben a helyzetben mit kellene csinálni? Ez egy nagyon fontos momentum volt, amit az előbb kivettem, amikor megkezdtük, hogy mit kellett volna csinálni. És ugye, amikor a felelősségről beszélsz, akkor eljön ez a felelősség kérdés. Nekem nem kell megmondanom, és nem is szoktam megmondani soha, és teljesen tudatosan nem mondom meg, hogy mit kell csinálni. Én értelmezem, értelmezni próbálom azt, amit látok. Itt azért nagyon érdekes, hogy vitatkoztunk ma többekkel, hogy itt hibázik a védelem, hiszen mintha 4-3-ban vezetnék rájuk a labdát. Abszolút úgy mennek, igen. Nyilván teljesen rosszul helyezkednek egyébként utána, vagy teljesen elrontják a dolgokat. Mert itt nem ez volt, amikor ugye utána bejöttek gyakorlatilag hárman vonalban. Hosszúra átteszi a szánénak és berúgja, tudod. Ja, igen. Még egyet lépjünk? Lépjünk még egyet. Jó, igen. És ott beteszi a hosszúra. Tehát, hogy... Hát Aguero csinálj keresztbe mozgást, igen, amivel elviszi a Darmiant is, meg a Smallingot is. Igen. Sterling elkezd középre menni, és ugye vele meg bemegy a Lindelöf, és ezzel nyitják a területet a Zanénak. Hát valószínűleg a Darmiannak nem kellett volna elmozogni az Aguero-val keresztbe, ha már a Smalling úgyis ott volt. Na most, ez, látod, nálam ez egy kardinális kérdés, és akkor amikor az egész vitáról beszélünk, akkor amikor van egy ilyen szituáció, kettő a kettes szituációban, az a kérdésem, ugye, hogy ez az ember, ha elindul ide, akkor hogy mit kell ebbe a helyzetbe a védekezésbe csinálni a két embernek? Mi a védekező szisztéma? Mit védekeznek? Nincs szisztéma. Kettő a kettőben alapelvről beszélünk, hogy kettő a kettőben mik azok az alapelvek, amit tudni kell a két védőnek, és ez most teljesen mindegy, hogy a pálya melyik területén vagyunk, mert kivehetjük ezt a szituációt. Kimegy, másik biztosít. Jó, ez kimegy, ez elindul mögé, akkor menjen vele, vagy ne menjen, vagy maradjon itt, mert akkor erre kicselezzük, mit kell vele csinálni? Hát én azt feltételezem, és itt is valószínűleg az lett van, de itt ugye nem egy 2-2-es helyzetről van, hanem emberfölénybe jött a City, igen, de valószínűleg, hogyha ő elindul erre felé, és ő meg már fölveszi ezt az embert, hát akkor valószínűleg menni kell vele tovább. Na jó, de az a kérdés, hogy mi az alapel, menni kell vele, meddig kell menni, mert akkor végül sem hibázott. Most akkor hibázott, vagy nem hibázott? Mert ugye ment vele? Hát ketten mentek egy emberre. Nem, mert hiszen emberfölényes szituáció volt. 4-3-ban, tehát ott gyakorlatilag már nem volt, tehát ott 2-2-ben. Tehát az a kérdés, hogy ezért kérdezem, hogy hibázott, vagy nem hibázott, mert ugye mindenki azt mondja, hogy kapitányvédelmi hiba volt. Szerinted. Mert mi az alapel? És most tényleg, tehát az a baj ezzel, hogy én gyerekkorom óta edzéseken vagyok. Tehát akik ebben benne vannak, és ugye itt jön vissza az, hogy focista vagy nem focista, azok tudják az alapelveket, mert orba szájba belénk verik, ha akarom, ha nem. Azt nem papírból fogom megtanulni, de megmutatják. Tehát mindenki tudja, ha védő előtt megy el, akkor ennek az embernek kell átvenni a védő előtt átfutót, és ez veszi fel a labdást. Ha viszont mögötte indul be, akkor el kell vele menni ebben az esetben, mivel ő nem látja. De itt, hogy miért volt mégis hiba, mert amikor már úgy vagy, hogy elindulsz erre, és ez fut ez az ember, és vagy befut lesse, vagy már látod, hogy nem tud, akkor meg kell állni, és ő nem állt meg. Hogy lesz legyen, persze. De nekem az a bajom ezzel az egésszel, hogy ezek nekünk, tehát én nem azt mondom, hogy és vissza az egész kiinduló pontra, én nem azt állítom, hogy ez nem tanulható szakma, úgyhogy nem voltál futballista vagy edző, de szerintem egy bizonyos szintig el tudsz jutni, hogy sok meccset nézel, tényleg foglalkozol vele, olvasol, de egy bizonyos szint után vagy el kell végezni egy edzőit, hogy ezek az alapelvekkel tisztában legyél, mert különben megérzésből dolgozol, vagy valakit olvasol, akit nem tudhatod te se, mert azért sok bloggernél azt is látom, hogy nemzetközi szakirodalmat nagyon sokszor visszaköszön, mert én is olvasom, és akkor utána valahol szembe jön velem egy ilyen elemzés, akkor nagyon visszajön, meg ugye vannak ezek a nem nagy játékosok, ugye a játékosok úgy hívják az ilyen edzőket, hogy könyvízű a tudása. Tehát, hogy a bloggereknél is nagyon sokszor szépen használják a szavakat, minden szuper. Az elején idéztem ezt a podcastet, amiben voltál az egyik munkatársunkkal, és ott elmondtad, hogyha Magyarországon léteznének olyan egykori futballisták, akik most felkészültek is, tévéképesen tudják előadni mondani valójukat, akkor neked semmi esélyed nem lenne felvenni velük a versenyt. Ezt többször elmondtam, ez így van. Te látsz ilyet ma Magyarországon? Biztosan van. Ezeket nem nagyon szokták megmutatni a közvetítésekben. Ennek nyilván van egy ok, amit majd ti elmondtok. Mármint de... mit? Amit itt levezettünk? Például, amit a Salecit nem, mert most ez a kérdésem nekem egy ilyen helyzetben, igen? Mondjuk ennél a védekezésnél. Voltam az MTV-n, és akkor használtam egy olyan kifejezést a 10 évvel ezelőtt, amikor a VB-n ott voltam szakértő, hogy mögékerülés. És akkor ott mondtam mögékerülés. Az Elinka Ildikó volt a műsorvezető, aki azért a fociban sokszor volt műsorvezető, hallott szakkifejezéseket, és akkor én teljesen random módon így mondom,
Te Ildikó, te tudod, hogy mit ent a mögékerülés? És akkor ugye poénkodtunk, még mondja, hogy megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy mit jelent. Elmentem társaságba, jobbra-balra, akik így kicsit ilyen koca foci kedvelők voltak, és mondom, figyelj, tudod, mi a mögékerülés? És rádöbbentem, hogy 60%-a fogalma nem volt. Tehát, hogy használtok én olyan kifejezéseket, mély elemzéseket. Ez nem ami, baj egyébként? Nem, azt mondom, hogy ott az merült föl bennem kérdés, hogy utána azt kezdtem el csinálni azokon a VB elemzéseken, hogy többször elmondtam, hogy tudják, a mögékerülés az, amikor hozza befele, mögötte elmegy, és akkor... Ez a és akkor egy idő után az, hogy hányszor mondjam el, mert mindig jön egy új. Meg hogy ennyire mélyen a nézőt érdekli az, például amit itt most mi előadtunk, vagy ti előadtatok. És... Például az Ajax védekezésénél. Én ezt így beszélem meg az egyik barátom, akivel egy elemezni fognunk, hogy láttad, hogy az Ajax a 2-6-osból csinált egy 2-8-ost, egy 6-ost, és akkor igen, a Juventus 6-osa kiment a 8-os, és akkor a 7-es kiment, átvette a 4-es, és akkor a feleségem szokta mondani, hogy Salec. De még a Lehel is sokszor mondja nekem, hogy figyelj, Salec, ezt hagyd. Tehát, hogy... Mert az átlagnéző nem biztos, hogy erre befogadó, és persze nevelhetett a nézőt, hogy ilyen legyen a füle. Nem, egyetértek azzal, hogy nevelni kell. Tehát ha én szakértőként, hogyha ha nézed, és bárkinek javaslom, hogy nézze, mert én próbálok olyan dolgokat elmondani, amivel oktatok. Mert én dolgozom ebbe, tehát én játékosokat választok ki, én az edzőkkel ott vagyok az elemzéseken, ott voltam komolyabb edzőknél is, már voltam külföldön, most visszatérve egyébként erre a történetre, Izraelbe Avram Grant volt a Maccabi Tel Aviv edző, amikor kimentem próbajátékra, egy hétig vele edzettem, nem kellettem neki, de egy hétig vele edzettem. Ha éltél rossz edzést és fogalmatlan edzőt, amit az mondott ott akkor, hogy így fogtam a fejem, hogy atya úristen. Ezt elhiszem. De várjál, majd 10 év múlva a Terry elcsúszásán, vagy 20 év múlva a Terry elcsúszása miatt nem BL győztes edző, csak döntős edző. Persze. Tehát erre mondom, hogy ott a kapcsolat ugye a felekezeti hát kapcsolat miatt van. Oda igen. Tudott kerülni, de nem azt mondom, hogy az Avramban bement a Chelsea öltözőbe, és elment a BL döntőig. Visszatérve a legelső témára, hogy magyar edző. Valaki kérdezi, ami szerintem nagyon idevág, hogy miért nem magyarázod ezt meccs közben? Tehát miért csak jó pofizol? Ezt kérdezi. Nem. Az egyik néző. Én szeretném azt azért, és az elején is kivettük, ugye, hogy mondtad, hogy bohockodok, meg stb. Meg provokálok. Tehát van a magazin, ahol mi egy kicsit abba az irányba mentünk el, hogy tényleg hülyeskedünk, egy kicsit, hogy is mondjam, csak öltözői hangulatot akarunk oda varázsolni, hogy azért ez az rikálódás az öltözőben. De ez egy tudatos döntés. Abszolút. Mi ebbe az irányba vittük el. A meccs közben, bár elhangzanak poénok, de például ezt a védekezést szőrén mentén elmondom, nyilván nincsenek olyan technikai feltételem, mint a Skyon, és nem tudjuk így végigvenni, plusz az időkorlát, ugye, amit Marci is említett, hogy ez meg, hogy hányszor, nem olyan súlyos. Meg hogy hányszor mond el ezeket? Mindig elmondja. Egy órája beszélgetünk erről, nekünk van kb. 8 percünk mondjuk egy fél időben. Hát de ezt mennyi időt mondta a Salet? Jó, csak ez egy dolog, csak az a kérdésem, én egyetértek veled, hogy de valószínű, hogy erre egy külön elemzős műsor kell. Azon kívül, most mondd meg őszintén nekem, mikor megírsz egy ilyet, ez neked mennyi időbe kerül? Hát egyszer megnézem a meccset. Élőben. Nyilván annak van egy hatása. Jegyzeteléssel. Az nyilván kinyírja a meccs élmény nagy részét, mert ha elemzel, vagy ha olyan célra lősz, hogy erre majd akarsz valamit írni, akkor ugye általában nem azt nézed, ahol a labda van, mert világos. Érdekes dolgok nem ott történnek. Aztán még egyszer meg kell nézzem felvételről általában, akkor már azért tudok szűrni, mert írok föl időpontokat, írok föl ilyen jelenteket, amik tök érdekesek lehetnek, és aztán jön maga a szövegalkotás, meg esetleg a statisztikának a csekkolása, amivel alá tudom támasztani. Ez több óra. Tehát én most ezt a Juventus meccset elkezdtem, de most én a Juventus csak így ilyen szintig, hogy eljussak, ez két napig tartott, tehát úgy, hogy mire én berajzoltam a magam gagyi eszközeivel, stb. Megnéztem többször, megnéztem azokat a pontokat, amit te írtál, amit én mondtam, tehát hogy foglalkozni kell ezzel, tehát most az, hogy én jellemzést... Igen, de most azt mondom, hogy én le a kalappal egyébként a bloggerek előtt, hogy ennyi energiát beletesztek, tehát én ezt én tudom, hogy ez sok munka. Én csak azt mondom, hogy van egy felelősség, és van szerintem egy határ, ahol meg kell húzni, mert azon szinten, ha túllépsz, akkor azt gondolják, hogy hiteles vagy, mert valami miatt, amit mondtam a tévé, stb. Például nálunk is vannak bloggerek, mint a Márta Bence. Nálam például ő a blogger világba, az etalon abból a szempontból, hogy ő pontosan tudja, hol a helye. Hoz ő is olyan megállapításokat, aminek van helye. Mondjuk azt mondta, hogy a Ronaldo kerékköt, amit borzasztóan felháborodtam, és össze is csaptam vele, mert nekem a kedvenc futballistám, etc. etc. De ez egy vélemény, amivel nem tudok vitatni, mert elmondhatja. De nem megy bele egy mély elemzésbe, hogy egyébként Allegri így, meg úgy tolódunk, meg nem tudom, hogy értem, amit te felvetsz, hogy kellene ilyen mély elemzés. Nincs.
mert vagy nincs ilyen futballista, vagy nincs rá idő, vagy nem tudom mi. Miért gondoljátok, hogy akkor ezt az űrt nektek kell betölteni, illetve ha ti ezt betöltitek, akkor tényleg miért nem, mert ugye azt mondtad, hogy nem kell ahhoz elmenni, hogy van a mondásod, nem kell minek lenni? Lónak, hogy ez az Árigó Szaki mondása, igen. Senki nem kérdezi meg a zsokét, hogy volt-e ló. Igen, tehát, hogy, de viszont, hogyha ennyire érdekel, tényleg miért nem végeztek el egy edzőit, miért nem mentek oda csapatokhoz, játékosokhoz? Most a Beregi István például az MTK-nak a videó elemzője, az volt. Teljesen, igen, volt, mert most a Feckó Tamással ő is távozott sajnos, de egy nagyon tehetséges ember, aki tényleg szinte nulla háttérrel bekerült a rendszerbe. De én beszéltem vele, és ő azt mondja, hogy teljesen megváltozott a látásmód, hogy amikor bekerült egy klubhoz, hogy ott hogy működik, edzésen mi megy át, és a játékosokkal beszélve náluk mi megy át, mi működik, hogy lehet megoldani, mert ez egy nagyon fontos téma, hogy belülről is lásd ezt az egészet, hogy valóban úgy van-e, hogy bemutatom a 3-2 és átállunk, jó, vagy nem? Istvánnak mondok valamit, mert nagyon jó vagyok a Beregi Pistivel, rendszeresen beszélek vele, ugye egy ideje, pontosan ettől a tavaszi szezontól a NB1-es meccsekről írok elemzéseket, mivel nem én találtam ki, hanem ez egy felkérés volt nyilván. Főleg sokat beszélünk, és mióta olyan dolgokról írok, amelyeknek a szereplői itt vannak, húsvéremberek, meg tudnak keresni, én meg tudom keresni őket, vannak kapcsolataim ilyen irányban is. Tehát sokat beszélgettek olyan emberek, akik effektíve videóelemzőként dolgoznak, vagy egy klubnál dolgoznak. De ez nyilván meg tanulás? Nyilván csomót akkor hozzá már mondtad ehhez. Azt, hogy te nem tanultál, mert én most nem azt nyilván mondom, hogy mennyire tanfolyamra. És amikor olyasmi van, hogy én ezt nem úgy láttam, beszéljük meg, de ez tök jól észrevettem. Ez egy tanulás már. Én ezt csinálom, tehát én eszembe se jutott, hogy úgy írek az NBA-ről, hogy előtte nem ülök le valakivel, aki benne dolgozik. Igen, de a bloggereknek egy része azt képviseli, hogy miért kéne nekem elvégezni egy edzőit ahhoz, hogy én le tudjam elemezni, mert nem tudod leelemezni. Tehát az, hogy megnézel egy meccset, most a magyarról írtál, mondok neked kapásba egy témát, mert a másik kérdésem az, hogy kaptuk-e ti visszajelzést, hogy amit írtok, az mondjuk nem állja meg a helyét. Most mondok egy egyszerű példát, hogy talán ilyet írtál a Videoton mérkőzés kapcsán, vagy Vidi kapcsán, hogy emberfogással mentek a középpályán. És akkor én meg beszélek a másik oldalon, és mondják, hogy nem úgy mentünk, csak a Négo elcseszte, és elment emberre. Valóban ezt láttad, igen. De ez nem azt jelenti, mert ugye ebből te levonhatod azt a következő, hogy hülye ez az edző, miért találta ki, hogy emberfogd, de nem találta ki. Jó. Tehát azt az egyszerű azt szubjektív az elemet veszett ki. Szöveget, amit nem tudom, szerintem te találtad, ami arra vonatkozik, hogy tényleg nagyon sok embertől azt hallja Allegri is, hogy elmagyarázza, hogy mi a futball, és lehet, hogy ezeket elő kéne venni, ezeket a mondatokat. Fontos meghallgatni azokat, akik kiválóan elmagyarázzák, miként kell futball, de a futball nem egy exakt tudomány. Igen, tehát ez az utolsó mondat a lényeg. Tehát de azt mondom, Jan, hogy azt kell megérteni, hogy az egész nem úgy néz ki, hogy az edző kitalál valamit, és az visszaköszönt. Nagyon sokszor gyakorolnak, én ott vagyok edzéseken, nézem, hogy kitalálja az edző minden, és tudod, mennyire boldog, ha kétszer megjelenik a mérkőzésen az, amit gyakoroltak? Mert van ellenfél, vannak egyéb körülmények, vezet az ellenfél, te vagy hátrányba, te vezetsz, azon kívül fáradt, nyomás alá kerül, elvesztetted az önbizalmadat, tehát hogy sok olyan esemény van, amit ti figyelmen kívül hagytok, egyszerű sakjátszmának tekintitek a focit. Amivel én nem értek egyet, mert ennyire ez, tényleg nem precíz és sakjátszma. Ez sarkos és vonalas, én ezt úgy mondanám, és ebből a szempontból én néző vagyok, mert én egy néző vagyok, tehát onnan tudok közelíteni, hogy én leülök egy mérkőzés elé, és engem mi érdekel. Tehát én így kezdtem ezt az egészet. Leülök egy mérkőzés elé, néztem a focit nagyon sokáig, nem értettem belőle semmit, tök jó volt, gólok, győz a csapatom, nem győz a csapatom, érzelem, stb. Ponton azt éreztem, hogy jó, ez uncsi. Fölnőttem, más dolgok is vannak az életemben, iskola, tanulás, család, magánélet, és akkor kaptam egy olyan impulzust, és egyébként, ha említette Hegedűs Henriket, akkor nekem Hegedűs Henrik volt ez az impulzus, lehet nézni a mérkőzéseket másképp is. Tényleg, miért van az, hogy ez egyik csapat nyert, a másik csapat veszített? Miért van az, hogy egyik csapatnál volt 70%-ban labda, a másiknál 30%-ban? Lehet, hogy az a másik csapat nem is akarta birtokolni a labdát, vagy csak a ellenfél csapat ráerőltette az akaratát, és nem adta nekik oda a labdát. Ezeken a dolgokon elkezdtem gondolkodni, elkezdtem utánolvasni, elkezdtem ilyen szemmel nézni a mérkőzéseket, és aztán egy ponton elkezdtem megosztani másokkal, hogy mi van, ha másokat is érdekel ez. Nem mondom azt, hogy más, és erre azért igyekszem figyelni, nem mondom azt, hogy más tényezők nem alakítják a futballt, mert én ezzel olyan elemzést írtam, akár a Mészáros Ábellel a VB alatt, vagy akár még egyébként a Beregi Pistivel 2016-os EB alatt az Indexen, ami alapján őt az MTK-hoz kiszúrták, azok alapján, az elemzések alapján. Amikor elmondtuk, hogy hát ez volt a taktikai képe a meccsnek, egyébként taktikai szinten végig azt történt a pályán, amit X edző meg X csapat akart. Valószínűleg, hát a portugálok jutottak tovább, általában a portugáloknál volt ez. Ez szerintem tök fontos, hogy lássuk, hogy rengeteg másik tényező van,
de mi megmutatunk egy olyat, amit talán az elmúlt évtizedekben itthon, mintha nem mutattak volna meg rendesen. És én tökre örülnék, hogyha ezt még többen megmutatnák, és tökre örülnék, ha olyan emberek mutatnák ezt meg, akiknek effektíve tényleg ez az életük. De nem, mert ti is megmutathatjátok, ezzel nekem nincs bajom, de tényleg, akinek ilyen ambíciója van, mert a Beregi Pisti autodidakta módon felvette a kapcsolatot a külföldi elemzőkkel, játékosokkal beszél, edzőkkel beszél, ezáltal megtanulja ezt a szakmát. Tehát, hogy ebben, ha valaki beleáll, akkor meg tudja tanulni. De az, hogy nézem, és az alapján írok egy értékelést, én azt gondolom, hogy az fals lehet. Mert ha biztos vagyok benne, biztos, hogy ma másképp írsz, mint elemzés, mint írtál x évvel ezelőtt, mert ugye a tapasztalat, stb. Meg beszélsz emberekkel, van visszajelzés, de szerintem nektek nincs elég visszajelzés, mert a néző is, aki olvas titeket, általában dicsér, mert szépen írtok, jól fogalmaztok, van pár olyan szakszó, amit majdnem megfelelő helyen el is használtok. Most úgy értem, hogy lehet, hogy én azt mondanám, hogy az nem helyes, de ő neki az ül, és ez egy felelősség szerintem. Tehát nekem pont ez a bajom ez az egésszel, hogy nekünk alakítani kell a nézőket, főleg a magyar szurkolókat, a magyar foci miatt, mert engem most borzasztóan nem érdekel, hogy a magyar szurkoló mit gondol az angol foci, engem a magyar foci érdekel, legyen néző, legyen pozitív közeg, szeressük ezt az egészet, meg kicsit sárga, kicsit savanyú, de ez a miénk, nekem ez a legfontosabb. Ezért kezdtük el mi a magyar meccseket csinálni. És én azt gondolom, hogy a magyar edzőknek is azért több kreditet kellene adni, mert tőlük független okok miatt nem tudnak egyelőre oda kerülni, aztán majd meglátjuk, hogy most van megfelelő stáb, stb., mint Pochettinónak 20 elemző, fizió, akármi. És egyébként meg azt ne felejtsd el szerintem egy kicsit, hogy nagyon nehéz a televízióknak a dolga abból a szempontból, hogy kit választanak szakértőnek, mert nagyon kevés az olyan egykori futballista, aki tényleg a tévében tud szerepelni, mind kifejezésmódot tekintve, mind hitelességet tekintve, mint tök mindegy, tehát nagyon kevés az a merítési lehetőség, amiből tudsz dolgozni. Én szerintem én nem hebegek a habogók, de amikor azt írjátok, hogy miért hebegő, habogó focistákat hívnak, miért nem olyan bloggereket, akkor te ugyanúgy ugrasz arra, hogy testnevelésből felmentettek, miért írnak, mert általánosítunk erről az oldalról, arról az oldalról is. Én szerintem mindenkinek megvan a szerepe a palettán, de ez az elemzés egy nagyon-nagyon sikamlós téma, és ebben tényleg, aki elemzést akar írni, az én azt gondolom, vegye a fáradtságot, és menjen, végezzen el legalább egy B-licencet, halljon dolgokról, mi az, hogy játékrendszer, felállási forma, minek mi a hatása, mik az alapelvek a védekezésben, és hidd el, akkor ha nektek erre van energiátok, és tényleg le a kalappal, akkor szerintem nagyobb hozzáadott érték lesz, mint hogyha fals információval, hogy is mondjam, csak amatőr meglátásokkal viszitek lehet egy teljesen más irányba a nézőt. Kettő dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy 15 évvel ezelőtt nem beszélgettünk volna erről, mert 15 évvel ezelőtt azokat az információkat, amiről most beszélsz, ezt sehol máshol nem lehetett megszerezni, csak a TFN, meg a UEFA-s könyvekből. Igen, meg ilyen könyvekből, ami egyébként az életben nem jutott hozzá az, aki nem került be ezekbe a körökbe. Ma ebben azért jobb a helyzet. Egyetértek az, amit mondasz, hogy persze nagyon meg kell szűrni, hogy kinek mit hiszel el, mert mindenféle hülyeség van az interneten. Világos. Ebben azért lehet jártasságot szerezni talán. Ebből a szempontból kicsit kitágult ez a dolog, és azt gondolom, hogy demokratikusabb tud lenni a dolog. Tehát adott esetben lehet úgy is tudást szerezni, hogy el tudod, hogy mi a játékrendszer, meg a formáció, hogy mik ezek között a különbségek. Nem, az csak egy alap. Az a nulladik lépés, de hogy meg tudod szerezni ezt az információt, hogy B-licensz nélkül. Én azt mondom, minden tudás. Ez az egyik. Ezen a logika mentén adva egyetemet se kell elvégezned, mert gyakorlatilag mindent el tudsz olvasni, mint az egyetemen. Tehát van valami plusz, amit tudsz ott kapni, ha elmész egy ilyen edzői tanfolyamra, nem? Legalább meg visszajelzést. Mert ugye most nektek az elemzésekre, hát mondjuk, ha én bloggál lennék és ilyet akarnék, én biztos megkeresnék olyat, aki ebbe dolgozik, és odaadnám, és megkérdezném, hogy tök őszintén mondd el, hogy mi a hülyeség benne. De egy picit azt érzem, és a legelejére visszatérve, hogy rossz a megítélése és a pejoratív a szakértő, és engem egy picit az bánt ebbe az egész történetbe, hogy azért, mert én csak egy szar magyar focista voltam, és csak Izraelbe fociztam, és csak 13-szor voltam válogatott egy nem túl acélos válogatottba, hogy merészelek én véleményt mondani Wengerről, Mourinhóról, taktikáról, játékosról, hogy jövök én oda, mert én nem tehát hogy én megmérettettem, mert eljutottam egy szintre, és az egy versenyhelyzetbe erre a szintre lőtt engem be, és ezért a nézők azt mondják, hogy én nehogy máig megmondjam. A bloggereknek semmilyen versenyhelyzete nem volt, tehát majd odáig jutunk, mondjuk Hegedűs Henrik jelen pillanatban ma, ha nézőket megkérdezed, tehát megnézed, hitelesebb, mint én.
És ennek szerinted mi az oka? Az az oka, hogy nem tudsz rajta fogást találni, mert nem futballozott soha. Nem tudom rá azt mondani, hát, hogy figyelj. De hát akkor még rosszabb helyzetben van, mint te, hiszen jön ez, hogy hát ő meg de nem, nem mert is akkor nem, labdát, de akkor nem tudja, mert a néző, rúgott, azt néző, hogy szépen beszél, előad egy-két olyan külföldről összeolózott véleményt, amin átjön a könyvszag számomra. Ez nagyon messzire vezet szerintem. De nem, de, a, irány, de nem, a lényeg az, hogy... Itt egy fontos ponthoz jutunk el, amikor ezt mondod. Ahhoz a ponthoz jutunk el, hogy van egy szerep, amiről te beszélsz, ez az edzői szerep, a scouting szerep, a videóelemző szerep, ami egy mélyen szakmai szerep, és ennek a futballiparban egy külön szerepe van. És van egy olyan szerep, egy intermediátori szerep, amikor te belépsz oda, hogy annak a rengeteg információnak és annak a iszonyatosan komplex, specializált szerepkörökből felépülő egy futballklub teljesítményt mi határozza meg, N plusz egy dolgot tudsz mondani. Mindegyikről nyilván nem lehet beszélni egy televíziós közvetítésben, de az a... És ez visszavezet oda, hogy a Bereki Pisti elment videóelemzőnek. Én miért nem mentem el videóelemzőnek? Mert nem akartam videóelemző lenni, meg nem akartam B-licenses edző lenni, meg nem akartam U7-be edző lenni. És nem azért, mert derogál vagy valami, egyszerűen azt gondoltam, hogy nem ez a dolog, ami engem érdekel. Engem az érdekel, hogy csomót megtanuljak abból, amit ők csináljanak, és az valahogy olyan formába öntsem, hogy az az emberek számára érdekes legyen, és az emberek gondolkodás módját beindítsa, gondolkozzanak a futballról komplexebben, gondolkozzanak igényesebben, és gondolkozzanak szerintem... másképp a futballról, mint eddig. Ez egy másik szerep, és erre lehet jó a Hegedűs Henrik azzal. Szerintem ti átléptetek egy olyan lépést, átléptetek egy abba, hogy ti már előrébb helyezitek magatokat. Én biztos, hogy és abban olyan tőlem. Színben tüntetitek fel magatokat, hogy ti vagytok a szakértők igazából, és ez így csapódik le a nézőknél. Nem véletlenül azért mondjuk, hogy egy angol foci környezetébe azért bloggerek nem nagyon jönnek be, volt futballisták jönnek, ők elemeznek, és valószínű, hogy nekik van egy segítő, van egy olyan csapat. Okay, de igen. Pont azért, mert el kell adni ezt a sztorit, és itt jön vissza az, hogy miért nincs magyar edző, mert nem tud eladni a sztorit. Én sem tudom eladni a tulajdonosomnak, Kató Pált, hogy őt akarom edzőnek, megkérdezi, az ki? Be tudom vinni a rendszerbe valamilyen kiskapun, és akkor ott befúrja magát, így lehet edző, mint az Avram Grant a Chelsea-hez nem direktbe ment oda, a Maccabi Tel Aviv-tól, meg dobtak volna egy hátast. Az angol példa szerintem azért is jó, mert egyben megmutatja, hogy milyennek az egész szerepkörnek a hátulütője is, egyébként a ti esetetekben is, de mondjuk a mi esetünkben is, hogy az egész itt Magyarországon nyilván nem egy életpálya, hiszen sokkal kisebb az egész piac. Hát ha megnézed a Gary Neville-t, megnézed a Keregert, megnézed a Gary Lineker-t, meg tökéletes... Meg is ebből élnek tulajdonképpen a mondani, szakértők, hogy... tehát nem ez a fő foglalkozása neki se, meg a nem tudom én kinek, tehát nem profit, mi nem profit tévések vagyunk, hanem szerepelhetünk a televízióban, és megpróbáltunk úgy tenni, hogy ahhoz minél világos, közelebb legyünk, ez... de hát közben van egy csomó más dolgod, és ez... Csak ugyanazt írják a neve alá a... bloggernek, tehát ez a szakértő, mint az ő neve alá. Tehát én akkor nem, alassos sem volt ez írva, biztos. Én erre figyeltem. Tehát mitől hitelesebb a blogger, mint a futballból érkező? Tulajdonképpen ez az alap kiinduló nem helyzet, biztos, nem? Nem biztos, hogy hiteles. Sem. Hát a nézők szemében tényleg azt lehet látni nagyjából itt a hozzászólások is. És ez egy berögződés is egyébként. Tehát még a Lehel is mondta nekem, hogy de a Lineker azt mondta, hogy 11-es volt. Most mondom, miért a Lineker jobban látja szerinted, mint én, azért, mert nagyobb focista volt. Én és ezen gondolom... arra nehéz átlépni, ezért nem vagyok én hiteles, mert csak egyszerű magyar focista vagyok. Ha én meg az se. Hm? Én meg az na se. Na oké, de az a szint, ezt már nem, ezen nem akadnak fönt, érted? Értem, amit mondasz, és értem azt, hogy a magyar futball nagyon rossz a reputáció, és hogy a magyar futball évtizedes sikertelensége rávetődik a szakértőkre, de azt gondolom, hogy a magyar futball évtizedes sikertelensége meg nem független attól, hogy egy bizonyos szűk réteg kisajátította magának a magyar futballról való gondolkodást, és abban ne dumáljon bele senki, mert majd én képzem az edzőket, meg majd az én könyvemből megtanulod, és hogy a magyar futball évtizedeken keresztül az én meglátásom szerint, de majd ki fog jönni Jonathan Wilson könyve, míg a korai tradícióban abszolút kávéházi, értelmiségi, és én kimerem mondani, hogy zsidó hagyományokból építkezett föl az egész dunamenti iskola, mert ez nyilván nem egy pejoratív dolog, abszolút értelmiségi alapokon nyugodott a magyar futball és az a dunamenti iskola kulturálisan, az angol az egy munkásosztálybeli alapokon, ezért is volt olyan futball, amilyen, ezért volt más a miénk, és ezt követően egyrészt a 40-es évek, tudjuk, nyilas hatalomátvétel, politikai dolgok, stb. Az ebből a zsidó kávéházi részt söpörte ki, az 50-es évek, meg a Rákosi korszak, meg az értelmiségi talajt. És a magyar futball elveszítette a kapcsolatát az értelmiséggel, nincs mögötte az értelmiségi, és kifejezetten értelmiség ellenes lett évtizedeken keresztül a magyar futball, ebben most látok változást, de amíg ez nem változik meg, addig nem lesz újra jó a magyar futball, és addig pontosan ezzel ugyanígy fogunk visszajönni, hogy rossz a magyar foci, nem javul, ezért hülyék. Én szerintem ez egy nagyon nehéz közeg, pláne a magyar. Az az értelmiségi, intelligens és érzékeny ember, akire te gondolsz, az, nem, az szinte 90%-ra azt mondom, alkalmatlan futballra.
abból a szempontból, hogy ezt a közeget elviselni, amikor nulláról anyáznak, amikor ez a hektikusság van, hogyha gólt rúgsz, akkor ez van, ha nem, az most bejött a trollfoci, aki még szét is szedi a futballistákat. Ehhez kell egyfajta boldogok a lelki szegények hozzáállás, mert jobb, ha másképp kezeled ezt a dolgot. Tehát én azt gondolom, hogy és ez azért nemzetközileg is így van, mert azért nem IQ bajnokok a futballisták, ennek azért megvan az az oka, hogy ezt a fajta dolgot, hogy te úgy tudjál teljesíteni, hogy közben nulláról anyáznak. Hát a Gyulai Zsolt volt az ügyvezető Újpesten, amikor Újpesten dolgoztunk, és mondta, hogy ő nem bírja kint hallgatni a közönséget, bejött a belső része, azt mondja, hogy ha őnek így kellett volna kajakozni, hogy mellette, vagy kenuzni, hogy... Kajak. Ebben nem vagyok otthon, hogy anyázták volna nulláról, akkor ő biztos, hogy nem lett volna olimpiai bajnok. Tehát ez adom, a csuk és a tojás esete. Ez hosszú évek alatt. Jó, csak a csuk és a tojás esete, és amikor azt mondod, hogy igen, egy edző se lenne alkalmas, akkor én azért nem akarok egyetérteni, mert én azt gondolom, hogy a lehetőségek nem ugyanazok. Tehát a Csertője őről mondtam, úgy jött hozzám el, Siófokra dolgozni, hogy mondtam neki, hogy nincsen pénz alkalmaz, vagy pályedzőre, válasz a játékosok közül, és a Kuttor a legidősebb játékos lett a pályedzője. Tehát őnek ilyen körülmények között kellett, a mai sztáredzőknek meg olyan stábban, hogy nem fér fel a holnapra. Tehát másik sportág, én azt mondtam. Világos, tehát, és igen, ez nem is baj, hogy ide fejlődött, csak azt mondom, hogy a magyar edzők belelettek nyomorítva ez a 2000-es évek pénztelenségébe, amikor arról szólt minden, hogy nincs fizetés, problémák vannak, utána jött a bunda ügyek, tehát ez egy nem egy egyszerű közeg, amiből ki lehet válni. Meg ráadásul le is, tehát az egy óránk. Na, és hogy elment? Aha. Meg több is, azt mondja itt a fülemre a Marce. Itt sokan mondták, hogy miért nem szólok, azért. Direkt egy picit távolabbról figyeltem ezt a beszélgetést, mert ez rólatok szólt, a ti vitátok volt, és hát nem tudom, hogy mi a végső következtetés, tehát, hogy akkor ugye feltettem az elején a kérdést, hogy hol van a helye a bloggernek egy adott tévéműsorban. Én szerintem alapvetően nekem az a véleményem, hogy a bloggernek a helyét kell megtalálni egy adásban, és én is egy kicsit úgy látom, hogy néha ez egy kicsit félrecsúszik. Én azt gondolom, hogy a nem jó irányba. Tartalom megméri magát. És a tartalom teljesen nyilvános, az én minden egyes dolgom teljesen nyilvános, mindenki által hozzáférhető, mindenki elmondhatja róla a véleményét, mindenki kritizálhatja. Azt gondolom, ez egy nagyon nagy ereje a televíziónak, és azt gondolom, talán azt a televíziós hagyományt kellene meghaladni egy picit, ami azért alapvetően kereskedelmi tévékkel alakult ki, és alapvetően arról szól, legtöbben úgy fogják fel a televíziót, ne vegyétek magatokra, hogy az egyfajta ego kivetítés. El kell adnom egy terméket, ami én magam vagyok a televíziós, és betöltöm a játékteret, és az, amit én csinálok. Én úgy gondolom, hogy a televízió és minden egyes nyilvános fórum az egyben egy kritikai tér, és egyben egy gondolatébresztő tér, amit arra kell használni, hogy gondolatokat és vitát ébresztek. De tök más, hogy néz ki egy magazinműsorban, ami én azt gondolom, hogy minimum 50%-ban a szórakoztatásról kell, hogy szóljon, és persze a futballról, és teljesen más a meccs környezet. És ez nálunk is egy nagyon élesen azért azt gondolom, hogy én azt gondolom, hogy ez egy szerkesztői döntés. Egy blogger egy nagyon nagy lexikális tudás, nálam egy blogger, így, hogyha bekategorizál, nagyon nagy lexikális tudással rendelkezik, olvasott, jó esetben fizet, figyel és követ egy ligát, vagy egy csapatot, ahol olyan ismert anyagban, mondom, én is fölhívom Márta Bencét, ha megkérdezem a Juventusom, mert nem néztem a Juventust. Tehát ki tudja egészíteni a szakértőt. Igen, tehát olyat tud hozzám tenni, te is most mondtál olyan dolgokat a Allegriről, amit nyilvánvalóan én nem tudok végignézni, mert több ligát nézek, több csapatot nézek meg, mellette mást is kell csinálnom, amiben ti, nektek nagyobb a tudásatok ebből a szempontból, és be tudjátok hozni, és a nézőnek hozzáadott értéket. Az elemzés az már egy kicsit kényesebb dolog, amikor belemész egy olyan szakmai dologba, ami nem biztos, hogy helyes, ez olyan, mintha pénzügyi tanácsadó lennél, és akkor föltennéd mindig, és valahogy eladnád, hogy te hiteles vagy, és az emberek a te ötleteid alapján elbuknák a pénzüket. Mert jelen pillanatban te azt szeretnéd, hogy tanítsuk a nézőket, a másik oldalról meg te is elismered, hogy azért ennyire nem vagy ebbe benne, és nyilvánvalóan nem végeztél el, annyit azért nem foglalkoztál ezzel, egy picit hobbi elemző vagy ilyen szempontból, de mégis úgy tűnik föl, és én hallom rólad, hogy a kele, hát a szenzációs, hát ez az olyan szakember. Kifotoztam egy kommentet, hadd olvassam fel gyorsan így a végére. Szerintem, amit kele csinál, az egyáltalán nem rossz. Ez Balázs nevű néző írja. Olyan elemzéseket lehet tőle olvasni, amit amúgy a fociban jártas emberek sem mindig értenek meg. Ez alatt nem azt értem, hogy olyan lehetetlenül ír, hanem olyan mélységekbe megy bele, valamikor, hogy azt nem mindenki érti meg, de úgy gondolom, hogy egy felkészült és szakmailag rendben lévő emberről beszélünk. Salec meg hiába volt profi játékos, ha most szakmailag közel sincs ott, ahol kele.
Ezzel nem akarom az érdemeit elvenni, de attól, mert valaki jó játékos volt, nem biztos, hogy jó szakértő is lesz belőle. Tehát ez az általános közvélekedés. Igen. Ez egy komment. Nagyon sok ilyen komment van, ezt te is nagyon jól tudod. De most én, tehát nem, jó, téged is van, aki kritizál, olvastunk olyat. Én nem tudok azért szabadkozni, mert az emberek azt gondolják arra, amit csinálják, hogy jó, én azért nem fogok tudni szabadkozni. Csak a felelősségedről van szó, tehát hogyha te ezzel foglalkozol, akkor ilyen irányba befolyásolod mondjuk a nézőnek, vagy az olvasónak. És rossz irányba befolyásolod? Nem, te, de azt mondom, hogy vannak olyan írások, amit az emberek készpénznek vesznek. De helytálló az a mondat, hogy... hol van? Hogy én jobban értek hozzá. Szakmailag közel sincs ott, ahol a kele, már mint a Salec. Tehát biztosan nem helytálló. Ez a nem kép az én alakult ki bennük, ezek által, az elemzések által, amelyek... Ez az én hibám? Nem, csak néha nem biztos, hogy helytállóak ezek az elemzések. Hát most elég sokat beszélgettünk róla. Én soha nem állítom, hogy helytállóak az elemzéseim. Egyébként el lehet olvasni ezeket, általában nincsenek kijelentő módban olyan dolgok, amikről nem gondolom, hogy kijelentő módban vannak. Leírom, hogy én hogyan láttam a mérkőzést. Az is lehet, hogy tök rosszul látom a mérkőzést, és az ember... Csak én ezt kicsit azt látom, hogy félreviszed az olvasódat. Nem, én azt gondolom, hogy ha... Mi belőttem félre valamelyik őket? Hát például, amit most elemeztünk, területvédekezés vagy nem területvédekezés, a komment alatt azt írja, ami valójában volt, és az kellett volna. És valójában az volt, amit ő sejtetett, hát tőle, hogy az kellett volna. De egy ember elcseszte. Tehát mindegy, nem, tehát azt mondom, hogy nehéz ebbe, hogy hol van ez a határ, meg hogyha te azt mondod, hogy hiányzik, és ez egy olyan jellegű dolog, amire szüksége lenne az embereknek, és mi ezt nem töltjük ki, akkor kitöltitek ti. Mi alatt azt ez értem, hogy ezek focisták, vagy ez edzők, történt, vagy valami. De én megmondom őszintén, ha én elkezdenék blogolni, és írkálni ilyen szakmai elemzéseket, tehát így is kapok hideget, meleget, érted, folyamatosan, tehát hogy ugye ez a közeg, amire mondjuk, hogy rohadt nehéz a magyar futball körül, és az emberek nem fogják, hogy mennyit ártanak ennek az egésznek, mert mindenki nagyon szeretne egy olyan válogatottat, amely kijut az EB-re, VB-re, és bármennyire szidja mindenki a magyar focit, azért szerintem mindenki attól lenne a legboldogabb, ha mi lennénk egy olyan szintű csapat, mint a belgák, vagy a franciát, azt nem is veszem a világbajnokok, de mondjuk legalább egy horvátok. De a másik oldalról mindenki, ahol tud, belerúg a szereplőkbe, stb. És már tényleg úgy vagyunk, hogy nem szívesen szólal meg ebbe senki. És ebben biztos vagyok, hogy ez egy nehéz dolog. Ti ebben lubickoltok, mert ugye ti azt aratjátok le, hogy nem tudják azt mondani, amit nekem mondanak, hogy elloptam a pénzt Diós Győrbe, meg Kecskeméten miattam ment tönkre a klub, meg a stb. Hát nekünk csak azt mondják, hogy ellopjuk máshonnan. Tehát azt mondom, hogy mivel különbözik? Hogy van egy ilyen fajta... Biztos, hogy lopok angolból. Kit utáljunk éppen a legjobban, és ugye a futballszereplők így vannak ebben. Igen, mert sokan írták még, amikor kitettük, hogy lesz ez a mai beszélgetés, hogy az anyagokat ti honnan szeditek tulajdonképpen. Honvéd MTK-ról biztos. Ha valaki tud egy jó angol blogot, és a Honvéd MTK-t, akkor nem kell, legalább megnézzem. Na urak, nézőink, köszönjük szépen a kommenteket is. Örültem. Örülök, köszönjük, hogy eljöttél. Beszélgettünk. Ez egy olyan vita volt, ami te hiányoltál úgy alapvetően? Én jól éreztem magam benne. Hát, hogy a nézők jól érezték magukat benne, azt én nem tudom megmondani. Sok nézőnek nem jött át, hogy mi mit szerettünk volna ezzel az egésszel. Azt láttam itt közben, majd olvassátok vissza. De hát ez már legyen a nézőknek a felelőssége. Köszönjük szépen mindenkinek, aki nézett minket, vagy aki utólag nézi vissza. Sziasztok! Sziasztok!